Tehát úgy látom. Én megjelentem, látom Feri, és megjelent, úgyhogy... Köszöntöm a konferencia hallgatóságát, résztvevőit. Megkezdjük második délutáni szekciónkat. Az első könyv, amit megtárgyalunk, az egy társszerzős könyv. Az egyik szerző van jelen, Boros Gábor, a könyv pedig The Culture of Love in China and Europe címet viseli, és a viteindításra pedig Takó Ferencet kértük föl. Most Boros Gáboré a szó. Köszönöm szépen, és hát hálásan köszönöm, hogy bekerülhetett ez a szöveg, ez a könyv a programba. Ahogy mondtad is, Laci, ugye ez egy társszerzős könyv, ennek van története. Paolo Sant'Angelo nevű Rómában működő olasz sinológus kollégával írtuk közösen. Az én részem az több mint 300 oldal, tehát én ezért javasoltam az enyém a Europe, persze, tehát én nem a China oldalban voltam érdekelt, hanem kizárólag az európai oldalban voltam érdekelt. Tehát ezért javasoltam, hogy végül is ez egy könyvterjedelmű szöveg. Hát a kötet az valahogy ilyen sorsszerűen alakult, mert hogy egyrészt vagy 10 éve találkoztunk Paolo Sant'Angelo-val egy párizsi konferencián, és akkor valahogy egész egyszerűen olyan affinitást éreztünk egymás gondolatmozgása iránt, hogy a Paolo megkérdezte, hogy nem volna el kedvem az ő régóta dédelgetett projektjében részt venni, hogy írnánk meg egy ilyen párhuzamos történetet a szerelem-szeretet fogalmáról Kínában és Európában. És akkor egy darabig hezitáltam, mert persze nyilván ez óriási apparátus kell egy ilyen munkához, de aztán végül valahogy megbeszéltük, hogy legyen így. Úgyhogy hogy volt egy harmadik szerző is, egy Giucci nevű római, szintén Rómában működő irodalomtörténész kolléga, hogy az európai irodalmat ne nekem kelljen írni, mert hát ez még borzasztóbb lett volna. És akkor megszületett ez a három szöveg, a Kína irodalom és filozófia egyben, Európában meg külön a filozófia és az irodalom. El is indult a kiadás folyamata, de aztán kiderült, hogy nem részletezném, tehát az irodalom történész kolléga munkáját nem fogadták el, és akkor lehetett választani, hogy hagyjuk az egészet, vagy pedig én megírom az európai irodalmat is valamilyen módon, valamilyen mértékben, és akkor végül ezt választottuk. Úgyhogy az a rész, amelyről én nekem beszélnem, amelyről beszélni én jogosult vagyok, az javában, javarészt filozófia történeti áttekintés, kisebb mértékben irodalom történeti kitekintés az egyes korszakok irodalmára. Természetesen nem lettem ettől még irodalomtörténész, vagy irodalomtudós. Mindent megtettem azért, hogy azokat a szövegrészeket megfelelőképpen szakirodalom, a nélkülözhetetlen szakirodalom bevonásával feldolgozzam, és hogy ennek fényében írjam meg. Úgyhogy én teljesen vállalhatónak tartom ezt az egész komplexumot úgy, ahogy van. Na most a kötet az így néz ki, bocsánat, én kerestem a borító tervet, de egyszerűen nem találtam meg a fájljaim között, és megtalálható az akadémiai és a Szabó Ervin központi Szabó Ervin könyvtárban, hogyha valaki kézbe szeretné venni. Na most a kötethez nem teljesen átfogó, tehát nem egyik oldalon sem kezdetektől a mai napig tart a kötet íve, hanem nagyjából a 10. századtól, az európai számítás szerint a 10. századtól
a 19. század elejéig ez a hivatalos két határpontja a kötet évének. Ugye ez Kínából indult ki, ugye? Tehát ez a Song dinasztia kezdete, és a Qing dinasztiából az addig, ameddig a Kínának a háttérbe szorulása nem kezdődik el. Tehát, hogy nagyjából ez volt a koncepció, meg a nyugattal való nyugatnak való alárendeltség időszaka nem kezdődik el. Tehát ez volt eredetileg a Sant'Angelo mester terve, ehhez kapcsolódott az európai történelem, történet, filozófia, szeretett történet. De hát azért próbálok ilyen hivatalosságról beszélni, mert ténylegesen nem erről lett végül szó így az európai szerelem fogalom történetben. Ugye, mert hát nyilván való, hogy a Platón szimpóziumnál nélkül nem nagyon lehet európai szerelem filozófiáról beszélni. Ágoston Ordo Amorisza nélkül sem lehet. És akkor, ha már ott elkezdi az ember a Platónnal és az Ágostonnal, akkor persze már legalább egy egyházatját is illik bevonni. Úgyhogy ez egy ilyen nagy felvezetéssel, hosszú felvezetéssel indul az európai rész. Egyrészt egy történeti felvezetéssel, amely hát ugye megint nem vagyok történész természetesen, de a koncepció, alapkoncepció az volt, hogy mind az európai, mind a kínai olvasóközönségnek szánjuk ezt a kötetet. És hát természetesen, amilyen keveset általában tudunk mi így európai olvasók a kínai történelemről, hát olyan keveset tudnak a többségükben az átlag kínai olvasók az európai történelemről. Úgyhogy a kiinduló pont az volt, hogy mindkét részt egy-egy történeti bemutatás nyissa meg, amely aztán végül úgy alakult, hogy a Sant'Angelo mester végül nem, mégse írta ezt meg, de mivel én már megírtam, és annyira hozzá, úgy éreztem, hogy annyira hozzá sikerült kapcsolnom a fő szöveghez, meg a fő gondolatmenethez, ezért aztán nem volt szívem lemondani róla, és elfogadta ő is ezt az elgondolást, úgyhogy az én részemben benne maradt, az ő részében nem. És akkor ezt követi az a filozófiai felvezetés, amelyet említettem a Platontól ugye a 10. századig, és akkor utána ettől kezdve a tulajdonképpeni tárgyalásra kerül a sor. Hát ez a tulajdonképpeni tárgyalás ugye elindul. Én akkor most csak erről a részről beszélek igazán. Vagy még egy dolgot, bocsánat, még egy dolgot az egész kötetről. Az egy fontos megállapodás volt, nem a legelején, de aztán nem sokkal később, hogy nem próbáljuk meg szisztematikusan összefűzni ezeket a kutatásokat, vagy ezeket a leírásokat. Tehát nem próbáljuk meg azt megtenni, hogy valamilyen nem történeti kapcsolatot hozzunk létre köztük, mert történeti kapcsolatok nem voltak ezek között az elméletek között, vagy irodalmi műalkotások között, hanem meg lehetett volna próbálni, hogy valamilyen magasabb, röptű, elvontabb szinten történetiségtől függetlenül összehasonlító elemzéseket folytassunk a két kultúra szerelemfogalmai között. De erről mi lemondtunk. Tehát ez végül nem történt meg, hanem két nagyjából párhuzamos történet adódott. Egyetlen egy kivétellel, tudnélik, ez pedig a Sant'Angelo mesternek a
a szívecsücske okán történt így. Úgyhogy valahogy nagyon kedveli az Andreas Capellanus, hát ilyen pseudo név alatt fennmaradt De Amore, ugye sok hosszú című szerelemről szóló írásművet, és ő beiktatott egy fejezetet, amelyben összehasonlítja ezt az írásművet, amelyik ugye a 12. században keletkezett minden bizonnyal egy 17. századi kínai szöveggel, amely a szerelem története címen fordította angolra a mester ezt a kötetet. Tehát, hogy ez itt is ugye 400 év van a kettő között, tehát itt igazából tényleg csak egy ilyen személyes vonzódás tehát az alapot ehhez az összekapcsoláshoz, inkább mint összevetéshez, ezt mondanám. Még egy általános dolog közben eszembe jutott, hogy hát mert ugye ez majd az opponens dolga lesz így még további megjegyzéseket fűzni ehhez, de azt szeretném már itt az elején rögzíteni, amit többször megbeszéltünk a Sant'Angelo mesterrel levelezésben is, hogy a mi nézőpontunk ugye eléggé különböző. Azon túl, hogy gondolkodásban nagyon rokonok vagyunk. Ő sokkal inkább az irodalom felé húz, ennek megfelelően az ő része az sokkal inkább az irodalomra, a képiségre, tehát inkább a képzeletből fakadó, a szenvedélyekhez, a szerelemhez kapcsolódó képiséget helyezte a középpontba. Én pedig sokkal absztraktabb módon, tehát én sokkal inkább a filozófiai dimenziókat helyeztem érthető módon a középpontba, eleve is, meg ebből a kiadástörténetből következően is. És hát akkor itt van ez a bizonyos kötet akkor, vagy ez a kötet rész, amely a skolasztikus periódussal indult. A megszabott időhatárok szerint, ugye itt az énekek, éneke kommentárok, és jelesül ugye leginkább a Clairvaux-i Bernát munkájával, gondolkodásával indul, amelyet aztán a Bernát örök ellenfele, Abélard története, vagy szerencsétlenségeinek a története, szerelem története, és az Eloise, természetesen itt ugye az Eloise-zal folytatott levelezés is nagyon erőteljesen megjelenik a fejezetben, és akkor ehhez kapcsolódik a Capellanus de Amore című munkája is, amely nagyon izgalmasan kapcsolja össze úgy szólván ezt a két egymással szemben álló, ám ugyanakkor egymással több szempontból rokon, meg egymás kiegészítő skolasztikus, koraskolasztikus gondolatmenetet. Aztán következik ugye természetes módon az Aquinói Tamás, Szent Tamás szeretet fogalma a Summa Contra Gentiles című műve alapján, és akkor így jutunk valamilyen korai irodalmi művek, műalkotások, szerzők nagyon-nagyon rövid és vázlatos bevonásához, trubadúrok, mineszengerek, Dante, Petrarca, Boccaccio, majd a reneszánsz neoplatonista szerelem traktátusok következnek, amelyek közül Ficino nyilván magától értetődő, Pico della Mirandola is szinte magától értetődő, csak nem annyira ismert, ugye a Ficinóval vitázó szerelem felfogása
igen, pontot teszek itt inkább. És a végképp nem annyira ismert, ugye a Leone Ebreu, aki egy zsidó orvos, gondolkodó, tudós, aki kénytelen elhagyni ugye az Ibériai félszigetet az inkvizíció üldözése miatt, és Nápolyban telepedett le, és akkor ő írt egy szerelem dialógusok, ugye Dialogi d'amore című nagy volumenű munkát, amelyik roppant érdekes, ugye, tehát egy zsidó vallás felől, tehát a mózesi, ahogy ő fogalmazik, a mózesi vallásból kiinduló neoplatonikus szerelem dialógus, úgyhogy roppant izgalmas. Hát jó, tehát nem megyek tovább, mert látom, hogy az időm tulajdonképpen már lejáróban van, tehát nem részletezem. Ugye nyilván amit követek, az elsősorban az a filozófia helyzetének, orientáltságának változása a tudományok megjelenésével, a naturalizáló gondolkodásmód megjelenésével, amely azt hozza magával, hogy ez a biblikus, teológiai orientációjú szeretet, szerelem fogalom az átadja a helyét erőteljesen, fokozatosan egyre erőteljesebben naturalizáló szeretet, szerelem fogalomnak, amely a 18. században aztán egyrészt ugye az irodalomban a Laclau-szerű, a veszedelmes viszonyok műfajába tartozó regényeknek a világa, másfelől pedig Diderot, Mandeville, Maupertuis, mindenki írt voltak éppen ilyen szeretett szerelem traktátusokat, amelyek néhol eléggé elképesztőek tudnak lenni. De persze itt is jön Kant aztán, aki megint megszigorítja a szerelem értelmezést, Hegel természetesen megpróbálja beilleszteni az állam keretei közé, Kierkegaard pedig megpróbálja szétrobbantani ezt a fura szintézis kísérletet. De Kierkegaardnál én nem a vagy-vagyra koncentráltam, hanem az épületes beszédek közül a Szerelem művei című Kierkegaard műre sokkal inkább, és akkor ezzel párhuzamban a Stendhal, vagy Stendhal, ahogy jobban tetszik, szeretetről szóló munkáját, mint az irodalmi pandant hoztam szóba. Hát félő, hogy lejárt nagyon az időm. Jól látom, kedves Maci? Lejárt. Jó. Akkor de még remélhetőleg visszakapod a szót. Igen, én is nagyon remélem. Takó Ferenc, sziasztó. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy működni fog. Én itt egyszer-kétszer elvesztettem a kapcsolatot. És nagyon szépen köszönöm a felkérést. Én sokat gondolkoztam, hogy hogyan lenne célszerű erről a könyvről beszélni. Egy-két érdekes vonását említeném meg, biztos, hogy nem nevezném ezt a jellegű közelítésemet opponenciának ehhez a könyvhöz, aminek több oka van. Az egyik, hogy nagyon-nagyon messze van a sinológiai szaktudásom attól, hogy San Angelo professzor szemben fogalmaznék meg opponenciát. A filozófia történeti tudásom az talán egy kicsit ennél nagyobb, de az egészen biztos, hogy az itt érintett területeken Gáborral szemben sem fogalmaznék meg opponenciát. Ezért amit szeretnék kiemelni, az tényleg egy olyan izgalmas mozzanat, ami miatt ez a kötet szerintem különleges, és ajánlanám mindenkinek nagy örömmel. Egyébként a mindenkinek az itt tényleg úgy értendő, hogy azért ez a könyv, ez igényt is tart arra, hogy
Hát talán ez egy kicsit túlzás, hogy ilyen alapozó, bevezető műként kezeljék, mert némi háttérre mondjuk van az embernek szüksége, különös tekintettel a Kína szakaszra. De hogyha valaki már érdeklődik Kína iránt, abban az értelemben, hogy egy kicsit foglalkozott a kínai kultúrával, történelemmel, irodalommal, vagy nem riasztja el egy némi kihívás ezen a területen, annak abszolút ajánlom. Az Európáról szóló rész, és azért ennyi opponenciát bátor vagyok megfogalmazni San Angelo professzorral szemben, hogy azért az Európáról szóló rész az egy sokkal szisztematikusabb valami. Tehát a Kína szakasz, én ezt egy recenzióban bátorkodtam korábban megfogalmazni, az azért tényleg azoknak szól, akik a professzorral együtt szeretnének fürdeni a kínai irodalom történet egyes kiemelkedő műveiben, és ott tényleg arról van szó, hogy aránylag hosszan, és egyébként rendkívül élvezetesen, tehát az átsüt a szöveg minden részén, hogy nagyon nagy mértékben rajong a kínai irodalomért, és ezt a rajongást nagyon jól tudja átadni. Szóval tényleg megtudjuk, hogy ezeknek a műveknek mi a tartalma, nagyon hosszú tartalmi leírások, nagyon hosszú idézetek, és utána elég hosszú elemzések következnek. Az Európáról szóló rész az egy feszes áttekintés, és nagyon jól kezelhető, mint kézikönyv. Most a jelenlévőkben felmerülhet, hogy Gábor jelenlétében és San Angelo professzor jelen nem lévén, így próbálok kibújni az opponencia alól, hogy ezt mondom, de ott a recenzióban is ugyanezt írtam, hogy az Európa szakasz az valóban teljesíti a kézikönyv célt is. A Kína szakasz azért elsősorban sinológusoknak szól. A kötet mentségére szóljon, hogy azért ez az Emotions and States of Mind in East Asia nevezetű sorozatban jelent meg ez a kötet. Tehát mondjuk van arra esély, hogy aki kézbe veszi, az patkoltabb Kína vonatkozásában, mint Európában. Aztán amit ki szeretnék emelni, és ez nagyon izgalmas, ezt nem tudtam, amit itt megtudtunk a szöveg keletkezésének a hátteréről, hogy ugye itt lett volna egy külön európai irodalomról szóló szakasz, amit én kiemeltem volna, és ezt most már ki is emelem, jelezve, hogy ezt nem tudtam eredetileg, az nagyon izgalmas, ahogyan a Kína esetében a filozófia szót nem annyira használnám, de mondjuk bölcseletti háttér előtt irodalmi szövegek jelennek meg, az Európa szakaszban pedig filozófia történetet olvasunk, de nagyon sok, ehhez nagyon izgalmasan kapcsolódó irodalmi kitekintéssel. Nekem a kedvencem, ez még mindig így van, a recenziókor is így volt, az a Shakespeare szakasz. Ez nem egy nagyon hosszú elemzés, 4-5 oldal, de nagyon izgalmas dolgok derülnek ki, és ugye azért ez abba az irányba mutat, és ilyen szempontból szerintem, bár ugye abból következtetve, amit Kábor említett, nem lehetett ez egy feltétlenül üdítő kihívás ebben a történetben, de az olvasó szempontjából nézve ez egy szép folytatása annak az ívnek, ami Boros Gábor életművében nagyon sokszor ugye visszatér, hogy ne maradjunk abban a nagyon megszilárd tított fősodorban, amit évszázadok ránk hagyományoztak, hanem merjünk olyan szerzőkkel foglalkozni, akiknél nem csak az kérdéses, hogy a fősodorba tartoznak-e, hanem hogy filozófia történeti kontextusban lehet-e velük foglalkozni. De és akkor itt térnék rá arra, mert hogy ez a mű, ez nem a szerelem szeretet filozófiájával foglalkozik. Ez a Culture of Love cím, ez azt is jelenti, hogy cultures of love, tehát a különböző
kultúrákban a szerelem megjelenése, és azt is jelenti, hogy a szerelemnek az ő művelése a kolónak az eredeti értelmében, hogyan művelhető, hogyan vélték művelhetőnek a szerelmet különböző formákban, a különböző kultúrákban, és természetesen van ennek egy olyan elméleti megközelítése, amire a szerzők reflektálnak, adnak egy bölcseleti hátteret, bár itt is mondhatnám azért, hogy a Kína részből ben különösen annak terjedelmét tekintve, most nem akarok belemenni a számokba, csak ugye így nagyon nagy vonalakban, hogy az Európa szakasz az olyan 330 oldal, a Kína szakasz az csak nem 500. Ehhez képest az a bölcseleti háttér, amit ott találunk, az alig 100 oldal, és aztán következik egy óriási, ebből ki lehet számolni, hogy mintegy 400 oldalas irodalom történet. Egy picit, hogyha az elején többet kaptunk volna, és főleg, és amit én itt hozzátennék ahhoz, ami el is hangzott, hogy az szerintem egy nagyon jó döntés, hogy ez nem akar összehasonlító elemzés lenni. Ez nagyon jól megmutatja az a könyv, hogy miért problémás az összehasonlító elemzés. Ugye itt van egyszer 500 oldal Kína, egyszer 300 oldal Európa, és ebben még mindig nincs összehasonlítás, leszámítva azt a kis szakaszt, amelyet Kábor említett is a szerelem története, illetve a De Amore összehasonlítását. Nagyjából ezután, tehát ugye az ezredik oldal környékén következhetne az összehasonlítás, miután történt egy bemutatás. Ugye ehhez képest sokan azzal próbálkoznak, hogy rögtön az elejétől komparatív vizsgálatnak vetik alá ezeket a kultúrákat. Tehát ezek az arányok szerintem itt nagyon jól megmutatkoznak. Ami egy kicsit nekem hiányzik, az csak annyi volt, hogy éppen emiatt jó lett volna a különbségekre egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni. Ez viszont inkább csak a konklúzióban, ami nem nagyon hosszú, történik meg. És ott is egy kicsit úgy, hogy Kínában ez és ez és ez nem történt, ami Európában viszont igen, és ez a típusú megközelítés, ez felvet bizonyos kérdéseket, ugyanakkor az embernek ez az igénye, és ezt nehéz megítélni, lehet, hogy csak akkor vetődik fel, hogyha ilyen irányból közelít, mint én, hogy szinte várja, hogy akkor mikor derül fény egy különbségre, vagy mikor történik egy akármilyen jellegű egymás mellé állítás, de én is itt azt írtam fel magamnak, amikor erre a bemutatásra készültem, hogy ez nem összehasonlító, hanem melléhelyező mellemzés, és tényleg ezt a szót szeretném itt használni, és ez azért néha egészen tudatosnak is tűnik, és arról szó is van a könyvben, hogy a cél az, hogy az olvasónak legyen lehetősége itt összevetéseket tenni. És egyébként erre úgy sarkalja, tehát hogy tényleg ehhez úgy, hogy mondjam, kedve is lesz az embernek. Ami szerintem világos volt itt az elmondottakban, vagy most már az oka is világos, ezt én is kiemeltem volna, hogy természetesen abban a tekintetben egy kicsit torz ez a kép, hogy ez alapján az embernek az az érzése támad, hogy Kínában azért elsősorban irodalmi művekben találkozunk a szerelemmel, ami bizonyos értelemben egyébként igaz, csak épp az a bölcseleti háttér, amit én egy picit hiányolok, ami arról szólna, hogy miért beszéltek ehelyett, már a szerelem és a szeretet különböző megjelenési formái helyett másról, és erről miért nem igazán beszéltek bölcseleti kontextusban. Tehát ezt lett volna mondjuk talán jó megvilágítani. Az Európa szakasz kapcsán pedig tényleg csak néhány gondolatot kiemelve, az én időm is a végéhez közeledik. Egyrészt szerettem volna azt hangsúlyozni, hogy nagyon izgalmas módon egyrészt szerzőkön keresztül
megyünk végig ezen a történeten, ugye a Gábor által említett korszakokon, de nem arról van itt szó, hogy szerzők gondolkodását ismerjük meg, és akkor ebben helyezi el a szerelemről, szeretetről alkotott gondolataikat, hanem igazából ez egy nagyon színes történet, ugye itt többször a polifónia szóval játszanak a szerzők, szóval ez egy ilyen többszólamú, hosszú zenemű, amit végig hallgatunk, és akkor ebben egy-egy tétel, egy-egy szerző, de tulajdonképpen ugyanaz a szimfónia szól végig, és amit én kifejezetten hangsúlyozni szeretnék, hogy itt nagyon egyenlő, miért, sőt, azok a szerzők jelennek meg egy kicsit kifejtettebben, akikkel egyébként ritkábban foglalkozunk. Ugye az említett Leon Ebreu, vagy más szerzők, ugyanolyan Damaris Mashan, John Norris, olyan mélységben jelennek meg, amilyenben a, hát nem kell itt ezt érzékeltetnem, hogy milyen terjedelemben tárgya a Descartes vagy Leibniz, akiknél egyébként az, hogy ugye ott egy óriási anyag áll rendelkezésre, és nyilván a szerzőnek is óriási háttérkutatásai vannak mögötte, az abban nyilvánul meg, hogy nagyon aprólékos taxonómiával jelennek meg. Az például egy nagyon izgalmas jelenség, hogy Descartesnál, Leibniznél elkezdődik egy tagoltabb alfejezet logika, de a terjedelme ezeknek a szakaszoknak az nem nyúlik meg, tehát nem az történik, hogy a 300 oldalból 150-et elvisz a Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz négyes, és szerintem ez kifejezetten erősíti azt az érzését az embernek, hogy ez itt nem az európai filozófia történet szokásos olvasata, csak most a szerelem vonalon, hanem ez az európai The History of the Culture of Love, amiben helye van ezeknek a szerzőknek, de nem feltétlenül van nagyobb helye, vagy nem tudom, több helye, mint Leon Ebreu-nak. Tehát, hogy ez egy izgalmas pont, és akkor tényleg, amit én itt példaként kiemeltem volna, itt ezt kicsit szerettem volna jobban belemenni, meg olvasni egy-egy szonetben, egy-egy részletet, de ezt most lehet, hogy nem teszem meg, de hogy ezt a Shakespeare szakaszt mindenkinek ajánlom. Itt nagyjából arról van szó, hogy megállapítást nyer, hogy a szerelem az Shakespeare-nek az egész életművét elejétől a végéig áthatja, nem csak azokat a műveket, ahol ez rendkívül szembeötlő, hanem azokat is, ahol azért nem ez az első gondolatunk, mondjuk a Hamlet esetében. És hogy ezt nagyon izgalmasan össze lehet vetni a lovagi szerelemnek azokkal a megjelenési formáival, amelyekkel foglalkozott a szöveg Vogelweide Petrarca kapcsán, és hogy itt egy szakítás jelenik meg ezzel a hagyománnyal egy nagyon, nagyon izgalmas módon, és szinte helyenként már egy ilyen fricskát is mutatva jelenik meg a szerelem Shakespeare-nél, már fricskát mutatva ennek a hagyománynak. Ugye itt például az a hely, ahol a hazugság jelenik meg nagyon sajátos értelemben, egy szonetben, mint a szerelmesek közötti kommunikációnak egy, hát hogy mondjam, a szép hazugság, vagy nem tudom mi erre a jó szó, mint a szerelmesek közötti kommunikációnak egy formája, az ugye valahogy, mintha hogy kifordítaná azt a meggyökeresedett képünket, hogy a szerelem az igaz. Na és akkor lehet, hogy jobb is, hogyha nem olvasom föl most ezt a szonettet, hanem ezzel mindenkinek így kedvet csinálok, hogy
hogy a könyvhöz forduljon, és nem hiszem, hogy kifejezett kérdést fogalmaznék meg. Egy egészen konkrét kérdésem lenne talán, de ez félig komoly csak, hogy az felmerült-e ebben a készítési folyamatban, hogy ezek a részek, ezek ne egy darab kötetben jelenjenek meg, tehát hogy ez egy több kötetes mű legyen, illetve amennyiben nem, vagy akkor is, ha igen, ez tulajdonképpen ilyen szempontból mindegy, az kezdettől fogva biztos volt-e, hogy miközben ugyanazt az időszakot vizsgálja a két szakasz, a sorrend az Kína-Európa legyen, és ne Európa-Kína. Mert egyébként mind a kettő mellett lehetne úgy is érvelni, hogy ez egy kicsit erősíti meg, hogy éppen szembe megy a sztereotípia, mert azt is lehetne mondani, hogyha azért Kína az első, mert Kína régebbi, ősibb, stb., és ez egy kicsit erősíti a sztereotíp összehasonlítást, de azt is lehet mondani, hogy azért van Európa hátul, nehogy valaki az európai fogalmak felől próbálja olvasni a Kína szakaszt is, ami meg éppen, hogy a sztereotípiák lerombolása felé megy. Tehát emögött igazából tényleg csak az én kíváncsiságom van. Mert hogy az meg így a kötet méreteiből adódik, én is itt közben fogom, hogy lehetne két kötet is tulajdonképpen akár. És köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, mielőtt Gábor visszakapja a szót. Megkérdezem a közönséget, hogy van-e felmerült kérdés. Zoli? Igen, köszönöm szépen. Én a Boros Gábor úrtól szeretnék csak egy dolgot kérdezni a könyvével kapcsolatban, hogy itt felírtam magamnak, ami engem nagyon megfogott, hogy nem próbál kapcsolatot összehozni a történetek között, a két kultúra szerelem fogalma között. Hogy ez úgy felhozta bennem azt a kérdést, hogy az volt a fő szempontja, hogy nem próbálták így a könyvben ezt összehozni, ezt a kapcsolatot, vagy ezt a időzőjeles, úgymond időzőjelbe versenybe hozni ezt, mert ez mondjuk kényes lett volna emberi vagy társadalmi, szociális szempontból. Tehát, hogy más szokások, más tradíciók vannak Európában, meg Kínában is. Tehát ez volt a fő oka, hogy ez ilyen kényes lett volna ezt így versenyeztetni, úgymond. Köszönöm. Nagy Péter Tibor. Én egy egészen radikális kérdést teszek föl, tulajdonképpen mindkettőtökhöz. Hogy vajon nem a európai fejlődés sajátossága-e, hogy a kultúrán túlmenően kifejezetten fogalmi természetű, tehát kognitív természetű gondolatok vannak a szerelemről és a szeretetről. Magyarán, hogyha most az lenne a könyvnek a címe, hogy a, tehát nem az lenne a könyvnek a címe, hogy a kínai kultúra a szeretetről és a szerelemről, hanem az lenne a címe, hogy a kínai gondolkodás a szeretetről és a szerelemről, akkor lenne abban az értelemben kifejezetten gondolkodás a szeretetről és szerelemről Kínában, mint amilyen értelemben van Európában nem kultúra, hanem szoros értelme vett gondolkodás erről. Oké, további kérdés. Akkor Gáboré, és aztán Ferié a szó újra. Köszönöm szépen, hát ezért nagyon-nagyon köszönöm Ferének, hogy elvállalta ezt a reflexiót.
rész, mert ugye most ő fog következni, és az összehasonlítás, ugye, amelyet ő maga is felvetett, meg amelyet Zoltán, de nem ismerjük egymást, és meg felvetett. Ugye, tehát ez pont egy módszertani kérdés lesz, ugye az ő Weber könyvéhez kapcsolódva, ugye, tehát hogyan lehet ezt az összehasonlítást végezni, az lesz az egyik fő témája az ő könyvének, meg az arról szóló beszélgetésnek nyilvánvalóan. Meg hát egy csomó más dolga is van, úgyhogy külön köszönöm. Jó, a kérdésekben talán a Ferivel kezdeném, mert hogy az nyilván a legegyszerűbb, meg a leginkább a munka jellegéhez tartozik ugye a könyvnek, nem pedig a készproduktum szellemi szférájához. De persze, igen. De hogy az elején azért nem merült föl, mert az ötlet eleve a Sant'Angelo mestertől jött, aki ebben a sorozatban, az ő általa irányított sorozatban szerette volna a kötetet betenni, mert hogy ő eleve egy... Tehát ő egy nagyon nagy kutatója az érzelmeknek a kínai kultúrában. Egy óriási méretű adatbázist hozott létre a szenvedély kifejezésre használt kínai terminusokból. Úgyhogy tehát ez a sorozat tulajdonképpen ennek az adatbázisnak az elemzésére épül a legkülönbözőbb szempontokból. Ez a 8. kötet, és azóta már jelentek meg más kötetek is. Tehát, hogy ez volt a kiinduló pont, hogy akkor ebbe egy ilyen kötetet tegyünk bele, és akkor aki ezt igazából felvetette, az én lektorom volt. Ugye, mert külön lektor volt a kínai részhez, meg ehhez az európai részhez, és az én lektorom vetette föl, hogy ezt a szöveget, ezt így külön lehetne, vagy kellene, vagy jó lenne megjelentetni. Hát én szívesen megértettem volna ezt, csak hát ez eleve praktikusan nehezen lett volna kivitelezhető, hiszen az egész történet a másik oldaltól indult el, és az volt a lényege, hogy legyen egy ilyen párhuzamos kötet. Hát másfelől meg újra kellett volna nyilván részben írni a dolgot, ha nem, mert azért utalások vannak persze, keresztutalások, tehát így ebben az értelemben nem teljesen független ez a két dolog egymástól, és nagyon sok minden nyilván azért így van kifejtve, meg ilyen arányokban, mert hogy a másikra tekint az ember. Úgyhogy azért ez itt nagy, nagy munka lett volna, meg hát nem is igazából emberileg nem lehetett volna ezt véghez vinni. Ebben a sorozatban pedig azért nem, mert hát a sorozat az a Ázsiára vonatkozik, és nem fért volna bele egy külön európai fejlődésről szóló kötet. Akkor a második Zoltán kérdésére, akkor hogy... Hát nem, ennek azt hiszem, hogy inkább, tehát nem az, hogy most kényelmetlen lett volna, vagy hogyan álltunk volna mi ehhez. Hát ugye itt két olyan kultúráról van szó, amelyek egyáltalán nem ismerték egymást. Tehát ugye, tehát szóval itt tényleg teljesen párhuzamosan mentek ezek a folyamatok. És hogy Matteo Ricci, meg a jezsuiták, és aztán a többi rend Kína missziójáig, addig nem is volt külön kapcsolat közöttük. És amikor meg kapcsolat lett, hát akkor igen, akkor na, ennek hosszú története van, de hogy így, ez nem olyan, mintha mondjuk az olasz és a francia trubadur költészetet, vagy a mineszengerek és a trubadúrok költészetét hasonlítja össze az ember, ahol világosan vannak kontaktusok, meg átvételek, meg mi egyéb. Tehát, hogy az sokkal, sokkal jobb.
vagy sokkal kézenfekvőbb összehasonlításokat tenni. Itt valamit meg kellett volna alapítani, és tényleg most nem behízelgésképpen hivatkozok a Feri könyvére, meg a Weber metodológiájára, amely nagyon súlyos, hát hogy mondjam, munkát, egyrészt munkát belefektetve dolgozott ki valamilyen metodológiát, másrészt meg súlyos kockázatokat is vállalt azzal, hogy ezt, és pont ezt a metodológiát alkalmazta egyfajta összehasonlításra a két kultúra között. Szóval, hogy ezt mi nem voltunk abban a helyzetben, hogy ezt mi felvállaltuk volna, részben emberileg nem voltunk abban a helyzetben. Most ezt nem részletezném, mert részben meg a dolog természetéből fakadóan ez egy teljesen más jellegű módszertani megfontolásokat igényelt volna, mint amit mondjuk a Weber alakított ki. És akkor itt a Péter kérdésére rá tudok térni, de hát ezt majd nyilván a Feri is Feri kiegészíti. Ugye itt a probléma, vagy egy szempont legalábbis, ha nem is probléma, az, hogy hát volt-e Kínában filozófia? Tehát, ugye ez nyilván egy örök dilemma, örök kérdés. Ugye a Feri is azért használta valószínűleg inkább a bölcselet szót. Tehát volt-e, de van olyan narratíva, amelyik azt mondja, hogy mondjuk ilyen Szókratész, Platón koráig körülbelül egyformán fejlődött az ázsiai, kínai és indiai gondolkodás és az európai, de ettől kezdve az európai teljesen más útra tért. Ugye szokás megpróbálni ezt magyarázni és indokolni, de a lényeg az, hogy kialakult itt Európában valami, ami így ebben a formában nincsen Kínában vagy Indiában. Tehát ennyiben akkor, ugye, tehát most akkor... Hol, ez egy nagyon fogós kérdés, hogy akkor hol fogjuk meg a gondolkodást? Tehát a gondolkodás most akkor terminusként használva a szót. De ezzel küzdenek azok az európai szerelemről szóló történeti munkák is, amelyeket én említek az előszóban, de igazából nem tudtam támaszkodni rájuk. Ugye hát a de Rougemont-nak az udvari szerelemre építő szerelemfilozófia, vagy szerelemtörténete, na az például gondolkodás történet, ha tetszik, de hát ne, nyilván ez azért, ebben az értelemben vett gondolkodás, ez nem az, mint ami az ázsiai értelemben vett gondolkodás volna, vagy van egy Isaac Singer nevű szerző, aki egy nagy három kötetes történeti munkát írt, aki beleveszi a zenét is például. Valamilyen értelemben nagyon helyesen, hiszen nyilván a Wagner mondjuk, nyilván ki nem nagyon kell bizonygatni, hogy fontos ebbe a szerelem európai értelemben vett gondolkodás történetében. De mondjuk kérdés, hogy még a Shaanxi opera, vagy a kínai opera ilyen-olyan változatai, ahol szintén van szó szerelemről persze, sőt, mi másról is lenne szó, hogy ezek akkor vajon ugyanúgy, mint ahogyan a Wagner, a Tristánnal mondjuk beletartozna akkor a kínai értelemben vagy gondolkodásba. Tehát nincs válaszom, gondolom nem meglepő, tehát, hanem inkább ilyen kérdések vannak, amiket tudok mondani. És még két apróság, az egyik az, hogy ha igazi összehasonlítást szeretnénk tenni, akkor a 17. század szerintem kiváló volna. Tehát az egyrészt azért, mert akkor a kapcsolatok megindulnak, és úgy
És hogy valamilyen értelemben van rokonság a szellemtörténetnek, vagy a gondolkodástörténetnek, vagy egyáltalán a történetnek a két folyama között, de ez csak egy ilyen zárójel. A másik meg az, hogy a Feri utalt rá, hogy ugye most nincs itt a mester, a Sant'Angelo mester. Itt lehetne éppenséggel, én felvetettem neki, nem azt, hogy ide jöjjön most, hanem hogy egyáltalán legyen, hogy legyenek bemutatók, miután a járvány miatt ugye nem voltak akkor, amikor megjelent a kötet. De ő nagyon határozottan és hosszasan érvelt amellett, hogy ebben a világhelyzetben egyszerűen ő nem hajlandó semmilyen módon működni. Tehát, hogy ő valahogy, hogy ezt a világnak a mostani állapotát ő olyan kétségbejtőnek és elkeserítőnek látja, hogy ő a teljes visszavonulás mellett van. Jó, hát talán akkor az én részemről most ezt mondanám. Oké, Feri. Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy nagyon sokat kellene ehhez tennem. Ez egy nagyon fontos kérdés, amivel elég sokat hadakozunk minden területen. Mármint, hogy Kínában a mi fogalmaink szerinti pont, 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 és akkor ide be lehet helyettesíteni, hogy amit éppen vizsgálunk, az létezette. Ennek, ahogy el is hangzott, ennek a fő esete a filozófia. Ugye számtalan könyv jelenik meg minden nyelven, magyarul is, kínai filozófia az ilyen és ilyen korban címmel. Hogy van vagy nincs kínai filozófia, és akkor a szerelemről való gondolkodásnak a különböző formái is, hogy minek minősülnek és hogy jelennek meg. Ugye ez van az egyik oldalon, a másik oldalon meg az van, hogy azért az embernek valahogy valamikor mégis muszáj megpróbálni beszélni dolgokról, és amikor beszélni akarunk valamiről, akkor mégiscsak a saját ismert szókincsünket és kulturális hagyományunkat kell segítségül hívnunk, különben csak valami matematikai nyelven tudnánk próbálkozni. És szerintem ilyen értelemben az, hogy itt Kína esetében már valaki nem a szerelem kínai filozófiáiról beszél, hanem azt mondja, hogy culture of love, ez például egy szép középút a fordíthatatlanság állítása és az összemosások között, ami mondjuk a két végletnek tekinthető. Szóval szerintem ilyen értelemben ez a könyv, egyébként az is nagyon, nagyon izgalmas, és ez most inkább nem kritikának szánnám, hanem elismerésül a Kína szakaszra vonatkozóan, hogy bár amikor megjelenik egy-egy terminus, akkor leszokta írni Sant'Angelo professzor is a fordítási, a szokásos fordításai, de aztán nem szokta ezeket használni, hanem csak a kínai írásjegyet és annak az átírását emlegeti. Nyilván azért, mert ő is úgy van vele, hogy jó, ezek így úgy fordíthatók, mert nyilván amikor mondjuk ez egy nem szakos olvasóközönség számára szóló szövegben, nek szóló szövegben történik, akkor kell is fordítani, de azért igazán azt, amit ott jelent, az a szó jelenti, meg az az írásjegy jelenti, amit ők használnak rá néhány évezrede. És akkor ez megint egy ilyen középút, hogy de azért vannak értelmezési lehetőségek. És már az is nagyon jó, hogy nem egy darab ekvivalens van ott megadva, hanem különböző terminusok. De na igen, ezért nem szabad belemenni a kérdésbe, mert akkor elhúzom az időt, és ugye itt nagyon sajátos helyzet, hogy nem szeretném elvenni az időt a következő megszólalót. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, ebből is kiderült, hogy Takó Ferenc velünk marad a következő szekcióra.
Köszönöm szépen Boros Gábor közreműködését és Én is nagyon köszönöm. Takó Ferenc opponenciáját, anti-opponenciáját, vagy nem opponenciáját. És hát rátérünk az ő könyvére, amelynek címe Max Weber kínája a protestáns etika és a Montarinátus szelleme. Viteindításra pedig Kis Csabát kértük fel. Feri, ismét a tiéd a szó. Köszönöm szépen. Akkor ezt átkötném, mert úgy látom, hogy nem változott nagyban a jelenlévő köre. Tehát én korábban hosszan, néhány évig foglalkoztam olyan jellegű kérdésekkel, mint ez a legutóbbi. Hogy tudnélik a kínai bölcselet, az hogyan közelíthető, nem közelíthető európai szemüvegeken keresztül, és ezt úgy próbáltam csinálni, hogy megnéztem különböző európai gondolkodókat, nem titkoltan a nyelvtudásomból fakadóan is német nyelven alkotó gondolkodókat elsősorban. Megnyugtató az volt, hogy azért a francia vonalat azt Várnai András tanár úr igen behatóan megvizsgált a különböző szövegeiben, már a francia kína recepció, filozófiai kína recepció ügyét. Tehát megnéztem, hogy különböző gondolkodók miket mondanak Kínáról, és elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy ez hogyan illeszkedik az ő gondolkodásukba. Tehát nem arra, hogy mikben tévednek, mert különböző dolgokban tévednek, és ezt nyilván nem kell sinológusnak lenni, csak egy-egy 20. században megjelent sinológiai munkát megnézni, hogy ezt jól ki lehessen mutatni, a tévedések okát is fel lehessen fedni. Engem főleg azok az esetek érdekeltek, ahol nem valami félreértés történt, hanem nagyon világosan az adott szerzőnek a saját filozófiai rendszere, ha ilyenről lehet beszélni, vagy legalábbis világszemlélete, megközelítés módja, bocsánat, határozza meg, hogy hogyan érti fél, hogy hogyan érti félre Kínát. És ahogy ezeket az eseteket vizsgálgattam, eljutottam a 19. század végéig, 20. század elejéig, és akkor ott megjelent Weber, mint olyan gondolkodó, akivel kicsit nehéz lett volna abban a keretben foglalkozni, amiben én a többiekkel foglalkozni próbáltam, több okból. Az egyik, hogy azért a többiek a szó egy klasszikusabb értelmében filozófusok voltak, Weberről pedig azért ezt így nem lenne szerencsés kijelenteni. A másik pedig, hogy a többiek egy-egy művükben egy-egy fejezetet, vagy annyit se, 4-5 oldalt szenteltek Kínának, Weber pedig egy sok száz oldalas művet írt, ami ráadásul egy még sokszor sok száz oldalas nagyobb sorozatnak a része, tehát mondjuk anélkül is egy kicsit nehezen értelmezhető, és amely ráadásul még a Weberi életmű egy másik több száz oldalas szövegével, a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című munkával is úgy tűnik, hogy szorosan összekapcsolódik, de hogyan? Ugye ez a kérdés, amiről itt szó van. Na és akkor én úgy éreztem, hogy az az említés, amit Weberről még egy mesterszakos szakdolgozat keretében tettem, az azért úgy nem... Az nem tisztességes tekintve ennek a műnek a volumenét, és ezért a doktori kutatásomban, meg aztán a disszertációban is, amelyből ez a könyv lett, próbáltam rájönni, hogy Weber miért akar Kínával foglalkozni, és hogy amit Kínáról mond, az hogy segíthet nekünk azt a nagyon nagy gondolati hálót kibogozni, vagy legalábbis valahogy a párhuzamos szálakban látni, ami a Weberi életmű. És eredetileg én nem is akartam volna mindennel foglalkozni, amiről ebben a könyvben szó van, de az derült ki,
És ezt nem mondom persze, hogy sajnos az derült ki, sőt, szerencsére az derült ki, hogy ez a szöveg, tehát Webernek a Kína tanulmánya, azért én azt azért így elmondanám így tárgyilagosan, hogy a konfucianizmuson taoizmus című mű, ami ennek az elemzésnek a középpontjában áll, ami részekben jelent meg, de aztán a vallásszociológiai tanulmány gyűjteménynek a része lett, ami ugye úgy néz ki, hogy előtte van a protestáns etika, utána pedig a világvallások gazdasági etikája címen ismert sorozatnak a darab, már ekkorra megszületett darabjai, a Kína tanulmány, az India tanulmány és az ókori zsidóság, ugye az iszlámot meg a kereszténységet Weber korai halála miatt nem tudta megírni, de ezek is jöttek volna ebben a sorozatban. Szóval szerencsére arra derült fény, hogy a Kína tanulmány nagyon szerves része a weberi életműnek, abban az értelemben, hogy Weber a protestáns etikában, ami ugye az évszázad első évtizedének a közepén születik, az alapszöveg, és aztán erről kialakul egy kortárs történészek közötti vita, amiben Weber igen aktív, és aztán amit ők 10-ben úgy, ahogy le is zár, egy hangzatosan antikritikai zárszó címmel ellátott szövegben. Tehát, hogy ebben Weber megvizsgált bizonyos kérdéseket, amelyek őt foglalkoztatják, és amelyeket tényleg nagyon leegyszerűsítve úgy lehetne összefoglalni, hogy a nyugat kultúrtörténetében az a folyamat, amelyet ő a kapitalizmus szellemének kialakulásaként lát, az milyen tényezők hatására ment végbe, és az ő fő tézise az, hogy ebben a folyamatban eszmei tényezők is szerepet játszottak, olyanok, mint a protestáns világon belüli aszkézis. Nem azt mondja, hogy kizárólag ilyen tényezők okozták ennek az alakzatnak a létrejöttét, de azt mondja, egy kicsit talán vitatkozva is olyanokkal, akik ennek az ellenkezőjét állítják, hogy nem pusztán gazdasági folyamatok állnak a háttérben. Az én tézisem az tulajdonképpen az ebben a könyvben, hogy bár Weber a protestáns etika példáján, már abban az értelemben példáján, hogy a protestáns világon belüli aszkézis szerepe a kapitalizmus szellemének kialakulásában példa arra, ahogyan gazdasági folyamatokat eszmei tényezők befolyásolnak, megmutatta, hogy ez a hatás, ez létezik a történelemben, vagy ez a típusú hatás igenis létezik a történelemben, és egyben adott egy fontos magyarázatot, vagy választ arra a kérdésre, hogy az ő saját korának a gazdasági berendezkedése miért olyan, amilyen, viszont nem adott választ arra a kérdésre, ami azért nagyon ott feszül a protestáns etikában, hogy miért csak a nyugaton történt ez így. Márpedig az egy nagyon központi tétel az egész weberi életműben, hogy a nyugati történelem, a nyugati fejlődési út, ha tetszik, az, hogy ez a fejlődés, ez mit takar, és milyen értelemben értékelő kifejezés, arról lehetne sokat vitatkozni, arról kell sokat vitatkozni. Szóval ez egy központi tétel, hogy ez egy sajátos, egyedi fejlődési út. Ugye a talán sokak által ismert előzetes megjegyzés, ami az említett vallásszociológiai, összegyűjtött vallásszociológiai tanulmányoknak az előzetes megjegyzése, az azzal kezdődik, hogy ezt a kérdést Weber oda teszi a protestáns etika és a világvallások tanulmányai elé. Az európai kultúrán nevelkedett ember elkerülhetetlenül és jogosan afelől a kérdés felől közelíti meg az egyetemes történeti problémákat, hogy miért a nyugat talaján és csak is itt jelentek meg olyan
olyan, találkozunk olyan jelenségekkel, amelyek egyetemes érvényű fejlődés irányába mutattak. És máshol meg miért nem. És azt próbálom ebben a könyvben megvizsgálni, hogy Webert hogyan érdekli Kína amiatt, vagy hogyan érdekli amiatt Kína, hogy megvizsgálja, hogy hogyan nem jelenik meg a protestáns világon belüli aszkézishez hasonló életorientáló vallási etika a nyugaton kívül más kultúrákban. És hogy a fogalmi keretek, amiket használ az egész elemzés menete, az hogyan szerveződik ez alá a fő és vállalt kérdésfeltevés alá. Azzal, hogy természetesen ez a típusú kérdésfeltevés szükségképpen torzít, ugyanakkor azok a kritikák, amelyek Weberrel szemben úgy hangoznak el, mintha ő Kínának egy objektív leírását akarta volna adni, annak érdekében, hogy a kínai gazdaságtörténetet, vagy kultúrtörténetet, vagy eszmetörténetet megértsük, azok nem találhatnak célt, miután Webernek nem volt olyan célkitűzése, hogy a kínai gazdaságtörténetet annak megismerése érdekében objektíven leírja. Az volt a kérdése, hogy Kínában miért nem történt az, vagy hogy egy kicsit élesebben fogalmazzak, mi hiányzott Kínában, ami ha nem hiányzott volna, akkor annak hatására az történhetett volna, ami a nyugaton történt. És természetesen ez az egész volna ügy, ami egy másik irányból, és aztán be is fejezem, csak ezt a szálat még muszáj megemlítenem, köti az életműhöz a Kína tanulmányt, ez pedig Webernek a történelem elmélete, amiben azt nem állítja, hogy a történésznek a volna kérdést fel lehetne vagy kellene tenni, tudnélik azt a kérdést, hogy mi lett volna, hanem viszont azt állítja, és ezt nagyon, nagyon hangsúlyosan teszi, zárójel azon a sajátos módon, ahogy egyéb esetekben is eljár, egy szövegben hosszan kifejt egy véleményt, amire aztán sehol nem hivatkozik, de az embernek mégis az az érzése, hogy ő azért tartja magát az ott megfogalmazott gondolatokhoz. Ezt egy 1906-os tanulmányban fejti ki, hogy a történész nem a volna kérdést teszi fel, tehát nem azt kérdezi, hogy mi lett volna, viszont azt a kérdést szükségképpen felteszi, hogy ha valami nem történik, vajon akkor is ugyanez lett volna-e a következő eseményeknek a menete, ami lett, vagy valami, bármi, de valami érdemben eltérő. Mert ha valami érdemben eltérő lett volna az adott esemény nélkül, mindaz, ami következik, akkor bizony annak az eseménynek, jelenségnek, stb. Van jelentősége abban a folyamatban. Ha úgy gondoljuk, hogy annak a kiiktatásával többé-kevésbé ugyanez képzelhető el, akkor pedig nincs. Hogyha innen tesszük fel a kérdést arra vonatkozóan, hogy a protestáns világon belüli aszkézis nélkül lényegében másképp alakult volna-e az európai kultúrtörténet, társadalom történet, akkor erre tulajdonképpen egy gondolatkísérletet jelenthet a kínai kultúrtörténet vizsgálata, hiszen ott Weber értelmezése szerint nem volt a protestáns világon belüli aszkézishez hasonló alakzat, vagyis meg lehet nézni, hogy ha az nincs, akkor lényegileg másképp alakul-e az adott történet. Na most persze itt rögtön látható a csúsztatás is, hogy hát az nincs, de vajon minden más meg van-e? Mert hogyha nagyon sok minden nincs, akkor ugye a gondolatkísérlet nem egészen erről szólt, és ugye ettől fogva a fogalmi keretek azok elkezdenek, vagy elkezdhetnek úgy működni, hogy az ember azt kezdje belátni, hogy minden volt valamennyire, kivéve
a protestáns világon belüli aszkézishez hasonló életorientáló vallási etikát. Na és ez az izgalmas pont, amit hogyha az ember megpróbál megragadni, hogy itt Weber mit értett félre, mi az, amit sokan csalásnak értelmeznek, de talán nem az, hanem ebből a kérdésfeltevésből eredő megközelítés, vagy talán az. Szóval ez az, amit ez a könyv megpróbál körüljárni. Ha igaz, most vagyok 15 percnél, és akkor köszönettel átadnám Csabának a szót, hogy kritikus legyen. Igen. Üdvözlök mindenkit, lehet hallani? Igen. Szuper. Tehát Takó Ferenc Max Weber kínája, a protestáns etika és a mandarinátus szelleme című könyvéről lesz szó. Azt Feri nem mondta el, hogy ez tulajdonképpen ugye Cogito díjat nyert disszertációjából készült ez a könyv, és a Cogito könyvek sorozatban jelent meg 2020-ban. Nem leszek nagyon kritikus a könyvvel kapcsolatban, sőt, szinte egyáltalán leszek kritikus. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus könyv. Én az olvasása során tényleg folyamatosan intellektuális izgalmat éreztem, nagyon-nagyon izgalmas könyv van szó, és nem is gondoltam volna egyébként, hogy módszertani kérdések is ennyire izgalmasak tudnak lenni, pont azok a kérdések, amelyekről egyébként a Poros Gábor könyve kapcsán is volt szó a vitában, tehát itt az összehasonlíthatóság kérdése, és részben erről is szeretnék beszélni. Nyilván ez egy nagyon komplex könyv, 300 oldalas hosszú könyv, egy doktori disszertáció, tehát egy szigorúan tudományos munka, és hát 20 percben nehéz lenne ezt minden ízében kifejteni. Már csak azért se teszem, mert párhuzamosan készül egy recenzió is a könyvről, a tollamból, és majd ott ezt meg fogom tudni tenni remélhetőleg. Így igazából néhány mozzanatra térnék csak ki a könyv kapcsán, illetve a végén pedig arra a kérdésre szeretnék választ adni, hogy miért gondolom azt, hogy egyébként egy szélesebb olvasóközönséget is érdekelhet egy ilyen tudományos munka, ami elsőre egy szűk szakmai körnek íródott kötetnek tűnik, de szerintem nagyon izgalmas a mai Kína megértése szempontjából is. És mivel Kína ma ugye a világ második legnagyobb gazdasága is politikailag, világpolitikailag és katonailag is előre törő hatalom, ezért szerintem nagyon fontos megértenünk a mai Kínát, és ez egyfajta adalékot ad hozzá, egy különleges szempontból vizsgálja meg, ahogy maga Weber is egy különleges szempontból vizsgálja meg a kínai történelmet és a kínai fejlődést. Na most Feri könyve elsőre egy nagyon első látásra nagyon világos és jól külhatárolható cél tűz ki maga elé, Max Weber Konfucianizmus és Taoizmus című írásának elemzését. Ahogy az előzetes megjegyzésben is olvasható, mármint Feri előzetes megjegyzésében és nem Weberében, ebben Weberi mű jelentőségét az ilyet mű egészében bemutató részletes kontextuális elemzésre máig nem került sor, illetve filozófiai olvasata nem született meg. Tehát a Max Weber Kínája című könyv nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy ezeket a hiányokat pótolja, ezért nem csak a magyar, hanem a nemzetközi Weber kutatás szempontjából is úttörő vállalkozásról beszélhetünk. A Konfucianizmus és Taoizmus című Weber mű tényleg átfogó értelmezéséhez, úgyhogy a kínai oldalt is értse az ember, elengedhetetlen, hogy a szerző ne csak Max Weber munkásságát ismeri beadhatóan, de lehetőleg egy felkészült sinológiai képzettsége is rendelkezzen. Ez hát egy nagyon ritka együttállás, nem csak Magyarországon, az egész világon, és éppen ezért nagyon szerencsés, hogy Feri nem csak filozófus, Weber kutató, hanem Kínát is jól ismerő orientalista. Említettem, hogy a Max Weber Kínája első nagyon világos és jól körülhatárolható cél tűz ki maga elé, ez a Konfucianizmus és Taoizmus című írás elemzése. Annyira egyszerűnek hangzik ez így, valójában annyira összetett feladatról beszélünk. Kezdve azzal, amiről már Feri is beszélt, hogy a fókuszba helyezett Weber mű része egy nagyszabású vállalkozásnak, amely
amely egy 4 kötetes munka lett volna eredetileg, ahogy ez Feri könyvéből kiderült, amely felülette volna az összes világvallás szociológiaelemzését, sőt kitért volna az óegyiptomi, a babilóniai és a zoroasztriánus vallásra is. Ennek a vállalkozásnak egy jó része elkészült, de hát ugye az iszlám és a kereszténység azon nem tudott elkészülni. Mindenesetre megjelent egy kötetben 1920-ban, Weber halálának évében összegyűjtött vallásszociológiai tanulmányok címmel, és aztán ez részben olvasható magyarul is a Világvallások gazdasági etikája című kötetben. Na most döntő fontosságú, hogy ahogy ezt Feri is említette, ennek a nagy weberi vállalkozásnak a része is lényegében kiinduló pontja, tehát lényegében az egész vállalkozás erre reflektál, a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, ami hát Weber talán legismertebb, hanem legismertebb művének tartunk. Erre a kötetre Feri is utal a saját könyvének alcímű, ugye a protestáns etika és a mandarinátus szelleme. Ugye a mandarinátus ez a kínai hivatalnok réteg is ennek a szelleme, amiről a részben Feri könyve szól. Nem csak, hogy időben a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme az első a nagyszabású weberi vállalkozás részének tekintetű írás, és nem csak, hogy ez lett volna a bevezető tanulmány, hanem ugye az egész nagy projekt lényegében erre adott válaszként születik. Ugye nagyon leegyszerűsítve és végtelenül összefoglalva a weberi műnek, tehát a protestáns etikának a mondani valóját, ugye Weber azt akart bemutatni, hogy a kapitalista szellem kialakulásának döntő, nem egyetlen, de döntő feltétele volt a protestáns világon belüli aszkézis, illetve azt is bemutatta, bár ezt nem bizonyította még be itt, hogy ez a modern kapitalizmus csak a történeti nyugaton fejlődött ki. A konfucizmus és taoizmus megírásának elsődleges célja pedig nem az volt, hogy a kínai vallások szociológiát nyújts, vagy kínai gazdaságtörténetet nyújts, hogy azt felismerítette, hanem egy indirekt bizonyítás, mi pedig annak indirekt bizonyítása, hogy Kínában hiányzott az a típusú világon belüli racionális aszkézis, illetve egy megváltásvallás központi módszeres életorientáló ereje, ami a nyugaton megteremtette a kapitalizmus szellemét. Ez pedig meggátolta azt, hogy ez a szellem és ez a nyugati értelmet modern kapitalizmus Kínában is kifejlődjön. A konfucianizmus, mint vallás, bár ez is kérdés, hogy mennyire tekintető vallásnak, a világhoz való racionális alkalmazkodást célozta, ezért a világ racionális átalakításának vágya, ami a puritanizmust jellemezte Európában, Nyugat-Európában, ez hiányzott. A konfucianizmus megmerevítette a kínai patrimoniális gazdasági és társadalmi rendszert, mozdulatlaná tette, így hiányzott a motorja annak a típusú fejlődésnek, amely a nyugati kapitalizmust a maga rohamos formájában jellemezte. Amelyről például Marx ír például a kommunista kiáltványban, hogy ez egy milyen rohamos és világot átalakító fejlődést jelentettek a modern kapitalizmus Európában és aztán az egész világon. Max Weber Kínát európai szempontból vizsgálja, máshogy nem is tudná vizsgálni, ez viszont önmagában számos kérdést fölvet. Ez a problematika alkotja Takó Ferenc könyvének egyik fő vonulatát is. Az alapvető probléma ugyanis az, amiről Feri is beszélt már, hogy Webernek két teljesen különböző kultúrát kell összehasonlítani úgy, hogy nincs és nem is lehet egy kultúrák fölötti nézőpontja. Tehát a kínai kultúra bemutatása és értelmezése már csak fogalmi keretét tekintve is egocentrikus módon történik. Feudalizmus, kapitalizmus, rendek, sőt még a császár fogalma is olyan nyugati fogalmak, melyek kifejezetten nyugati, azon belül is a nyugat-európai centrumban megtartó jelenségek megnevezésére születtek. Más jelenségek csak nagyon áttételesen alkalmazhatók. Például a feudalizmus fogalmát a történészek már a magyar és a kelet-közép-európai középkorra is csak erős megszorításokkal alkalmazzák. Weber ezzel a fogalmi problematikával maga is beatóan foglalkozott, már jóval a Kína tanulmány megelőzően is, ugye az objektivitás tanulmányban létrehozva az ideál típus fogalmát, amely azt jelenti lényegében, hogy a történész vagy a szociológus jelenség egy széles köré gyűjt össze egy fogalommal bizonyos hasonlóságok alapján. Így az ideál típus feudalizmus vagy ideál típus kapitalizmus a világ számos pontján létezett, azzal a megkötése persze, hogy ezek között alapvető különbségek voltak. Például az egy alapvető különbség, hogy a kapitalizmus szelleme csak a nyugaton alakult ki, miközben a tőke elszámolásra törekvő nyereségszerzés értelművet kapitalizmus számos korban is helyen létezett. Ahogy Feri bemutatja,
a nyugati és a kelti történelmi jelenségek bemutatás összehasonlításánál Weber egy kétlépcsős folyamatot végez el. Első lépésben az összehasonlítandókat egy átfogó szempont szerint azonos kategóriába rendeli, majd második lépésben kimutatja az egy kategóriára rendelt jelenségek közötti különbségeket. Ezt a könyv elsőfokú és másodfokú összehasonlításnak nevezi. Persze minden ilyen összehasonlítás természeténél fogva önkényes, hiszen például a kínai csúkort miért neveznénk feudalizmusnak, miután elsoroljuk azokat a jellemzőit, ahogy elsorolja Weber, amelyek döntően megkülönböztetik az európai feudalizmustól, ráadásul a csúkúr az az időszázadunk előtti első évezredet eltű, tehát jóval régebbi, mint a európai feudalizmus, amelynek a megjelölésére a fogalom megszületett, a feudalizmus fogalom megszületett. És például miért alkalmazunk a kapitalizmus kifejezést olyan gazdasági rendszerekre, amik alig hasonlítanak a nyugati kapitalizmusra, például Kína rendszere. Ezeket a Webernél korán sem könnyen fölfejthető módszertani problémákat, amelyek hát nem is ebben a könyvben jelennek meg a konfucianizmus taoizmusban, hanem az objektivitás tanulmányban is más írásokban. Feri könyve nagyszerűen tárgyalja, áttekintettővé téve ezt a szertágazó kérdéskört, és ebben megmutatva, hogy milyen izgalmas és milyen nagy tételbíró problémákról van szó. Még amire kitérnék a könyv kapcsán, ami nagyon, nagyon érdekes volt számomra, és nagyon tetszett, ez a könyvnek az első fejezete, a filozófia történeti eszmetörténeti bemutatása az európai, kína-európai megismerésének. Itt Leibniz, Voltaire, Condorcet, Herder, Hegel, Marx és Tocqueville, mint filozófusok kerülnek képbe, és az ő kína értelmezésüket veszi végig a könyv. Ugye, tehát az első találkozás a Kínával ugye jezsuita missziók kapcsán volt, és aztán a lassan szép lassan az európai filozófia történet is felfedezi magának Kínát. Kína tükör lett, amelyben az európai civilizáció megnézhette, és ezáltal értékelhette magát. Na most ebből az értékelésből Kína többnyire vesztesen került ki. Leibniz is volt talán a két kivétel ebben. Olyan különböző beállítottságú gondolkodók számára is, mint Condorcet, Herder vagy Hegel, Kína az emberiség gyerekkorát jelentette, egy olyan világot, amely megállt a fejlődésben, ahol hegeli módon fogalmazva kiköltözött a szellem. Ennek alapvető oka szerintük az, hogy Kínában hiányzik a szabad individuum, ezáltal hiányzik az önállóság, amely egy civilizáció felnőtté válásához szükséges. Hogy Kína nem fejlődik, kínai társadalom nem fejlődik, hanem stagnál, ezt fogalmazza meg Tocqueville és Marx is. Tocqueville-nál ugye a Kína az ázsiai despotizmus típus példája, amely Tocqueville-nál egy ilyen rettegett jövőképet is jelent Európa számára, ha nem vigyáz a despotista tendenciákkal. Marx szerint pedig Kínát, ahogy Indiát is ebből a testvért állapotból csak külső európai hatásra lehet fölrázni, ami ugyane patriarchális társadalmak tragikus pusztulásához vezet, erre mégis szükség van ahhoz, hogy a keleti civilizációk úgy szóval szintet lépjenek a történelemben, és azokban is létrejön a tőkés társadalom, amely Marx szerint az egyetlen út a kommunizmus bekövetkezéséhez. Weber gondolkodását természetesen előtársan formálta a nyugati Kína kép, ugyanakkor az ő korára, ahogy ez Feri könyvéből kiderült, már a sinológia tudománya is kialakult, igaz, ez egy elég európa-centrikus tudományként alakult meg, olyannyira, hogy még az olyan fogalmakat is, mint a Dao, a keresztény Isten fogalomra fordítottak le. Ugyanakkor Weber egy sokkal komplexebb képet ad, meg egy sokkal bővebb képet ad, nyilván egy, ahogy fel is mondt, itt egy jó hosszú írásról van szó, amely korábban nem jellemezte az európai filozófia történetet Kínával kapcsolatban, ahogy meg tudjuk a könyvből, Weber 70 sinológiai munkát olvasott el, ami egy igen nagy sinológiai olvasottságra utal. A könyv Takóferi könyvének egy nagy erénye, hogy orientalistaként is meg tudja vizsgálni Weber állításait, és felhívja a figyelmet azokra az állításokra, Weber állításokra, amelyek különösen problematikusnak bizonyulnak, vagy amelyek fölött eljárt az idő, mert a sinológiai kutatás már túlhaladt ezeken. Végezetül néhány szót szeretnék arról szólni, hogy miért nem kizárólag egy szűk szakmai kör számára lett érdekes ez a könyv. Amit említettem, tehát Kína ma a világ második legnagyobb gazdasági hatalma, és világpolitikailag, illetve katonailag is egyre jelentősebb hatalom, ezért nagyon fontos szerintem, hogy
minél jobban megismerjük Kínát, ez pedig hát ugye számos nehézséget tartogat, elsősorban azt, ami a Weber kötetnek is, a Feri kötetének is a problémája, hogy európai fogalmakkal próbáljuk ezt a teljesen más világot megérteni. Ha az ember a mai Kínáról olvas, vagy például megnéz olyan dokumentumfilmeket a kínai kapitalizmusról, magyarul is elérhető filmek, például az Erőltetett menet, vagy az Amerikai gyáretség, amelyek a mai kínai kapitalizmusnak a működését mutatja meg, láthatja, hogy a nyugati kapitalizmusnak a szelleme és a kínai kapitalizmus szelleme milyen alapvető, gyökeres módon tér el egymástól. És hogy mi lehet ennek az eltérésnek az oka, erre is választ kapunk, egyfajta választ kapunk, vagy egy részleges választ kapunk Weber könyvéből, illetve Feri könyvéből. Az egyik válasz szerintem az, hogy a nyugati kapitalista fejlődés egyéni teljesítményeket alapszik. Ugye Weber szerint azon, hogy a protestáns hívő saját egyéni teljesítménye igazolja a maga számára azt, hogy az Isten az üdvösségre választotta ki. Ugyanakkor ennek az egyéni teljesítményre orientáltságnak egy etikai megalapozottsága is van. Ugye ez, amiről szintén ugye a protestáns etika beszél, hogy mégpedig az, hogy az egyéni meggazdagodás, az egyéni előretörés, a self-made mentalitás az erkölcsnek igazolható, sőt kívánatossá vált a modern Európában, és ez egy erkölcsi löketet adott a kapitalizmus fejlődésének. Ezzel szemben a mai Kínában, ahogy a régebbi Kínában is ismeretlen a szabad individuum, ahogy a szabadság szó is ismeretlen a kínai nyelven, ahogy ezt Feri könyvében megtanuljuk, ezt ugye összetételekkel fordítják le a kínai nyelven, hát nem volt meg ez a szó sem a kínai nyelven. Bár Kínában is vannak sokan, akik saját erőből törtek fel a gazdasági elitbe, a kínai vállalkozók ma is alapvetően az államtól függenek, amely bármikor megfoszthatja őket vagyonuktól és társadalmi helyzetüktől, erre számos példát láthattunk az elmúlt időben is. Másrészt a kínai munkások számára ismeretlenek a nyugati értelmvett szakszervezetek, sztrájkok, sok még alapvetően a munkajog is. Kínai munkások sokszor a legveszélyesebb munkákat is védőfelszerelés nélkül végzik. Néztem erre egy adatot, 2017-es adatot, míg Kínában 100 millió főre 2700 halálos munkai baleset jutott, az Egyesült Államokban csak 1700. Vagy hogyha megnézzünk olyan adatokat Amerikával összehasonlítva, mint az innováció, a kutatásfejlesztés, bár mennyiségi tényezőket a nagy népességszám miatt Kína mennyiségileg jól áll, de a tudományos publikációk idézettsége jelentősen elmarad az európai vagy amerikai tudományos publikációk idézettségétől, és például a vállalatok kutatásfejlesztésre fektetett összege is arányaiban sokkal alacsonyabb Kínában, mint Amerikában. Vagyis bár Kína számos tekintetben lemásolt a nyugati kapitalizmust, és ez a nagy népességszám és a kínai kapitalizmusnak a szélsőségesen kizsákmányoló természete miatt a világ másik legnagyobb gazdaságává tette, a kapitalizmusnak a nyugati szelleme nagyon hiányzik, szélsőségesen hiányzik a Kínából. És ha meg akarjuk érteni, hogy miért, ez Max Weber műve és ezzel Feri műve is fontos adalékokkal szolgálhat. Köszönjük szépen! Egyelőre a közönséghez fordulok, és megkérdezem, hogy vannak-e kérdések, kommentárok. Serez Zoltán. Igen, köszönöm. Én a Takó Ferenc úrtól kérdezném meg, méghozzá, bocsánat, itt felírtam közben, Max Weberrel kapcsolatban, hogy ugye Weber egy európai ember volt, Európában nevelkedett, európai tradíciókon nevelkedett, úgymond európai szokásai voltak, és mégis kutatta Kínát, és egy mondat volt, amit én itt fölírtam, és bocsánat, lehet, hogy nem jól írtam föl, de mindjárt mondom is, hogy tehát hogyan nem jelenik meg az életorientált vallási etika Kínában. Tehát, hogyha esetleg ezt vizsgálta, hogy ez, ami megjelent Európában a fejlődés során és Kínában nem, akkor hogyan tudta ezt Max Weber pontosan megítélni, tehát objektíven megítélni, hogyha esetleg egy viszonylag kevés időt töltött Kínában?
Tehát ez összefügghet azzal, hogyha például Max Weber akár több évet, vagy mondjuk egy évtizedet is Kínába töltött volna, akkor más lett volna a vélemény az összehasonlítás során? Köszönöm. Okay, köszönjük. További kérdés. Én, amíg gondolkoznak a többiek, azzal megtoldanám, hogy nagyon érdekes volt mind a Feri bemutatása, mint Csabának a válasza. Kicsit, amit a Csaba megpendített, én azokat élezném ki, tehát, hogy az, nem, egy kíváncsiság felől kérdezzem a Ferit, az, hogy ő mennyire tartja hitelesnek a Webernek a Kína képét, mennyire gondolja úgy, hogy egy Kína kutató, vagy legalábbis egy akkori Kína kutató, mint hiteles Kína irodalomra hivatkozhatott Max Weber ezzel kapcsolatos elméletére, meglátásaira. És feltűnő volt, hogy a te felvezetésedben leginkább módszertani kérdések kerültek elő, a szociológia módszertanával kapcsolatos kérdések. Ebből a helyzetből adódik talán az a kérdés, hogy mennyiben volt Weber annak a hagyománynak része, egy kicsit, nem is kicsit, sokkal differenciáltabb módon, amit itt a Csaba például a Tocqueville kapcsán elmondott, hogy itt képezni kell egy ellenpólust, egy tükröt kell tartani a nyugati világnak. Mennyire funkcionális, talán így lehetne összefoglalni, a Webernek a Kína képe, és mennyire hitelesen tényleg a Kína megismerése a tétje Kínének, a Weber Kína tanulmányainak. Még a Boros Gábor jelentkezik. Gábor, tedd föl te is. Köszönöm szépen. Nekem egy ilyen általánosabb kérdésem van Ferihez, hogy most úgy tűnik az utóbbi időszakban számomra, hogy ez a 20. századnak az első egy-két évtizede az egyrészt így Európában, vagy talán mondhatnánk egy német tájakon, mondjuk egy ilyen Ázsia iránti érdeklődést, fokozott érdeklődést jelentett. Ugye itt van a Rudolf Otto például, ugye, aki hosszú időt töltött Kínában, stb. Meg itt van ez a Georg Misch, akiről én írtam ugye egy kis könyvecskét, aki szintén elment Kínába és Japánba, és mondjuk ő nem olyan hosszú időt töltött ott, mint az Otto mondjuk. De hogy ő kialakította például azt az elméletet, vagy olyan elméletet, amelyre utaltam, hogy Szokratészig együtt, és akkor utána elválnak, és akkor írt is egy könyvet, amelyben szövegeket össze is rak egymás mellé. Tehát, hogy akkor a Husserl meg a Diltai szövegeit, azt összekapcsolja a Lao Tse-vel, meg nem tudom én ki mindenkivel, mint hogyha itt ilyen egyféle problémáknak a kifejtései lennének. Tehát, hogy van a Weberben, tehát a Weber ilyen csupán csak ilyen öntörvényű módon fordul Kína felé, vagy ő is benne van ebben az általánosabbnak tűnő érdeklődésben Ázsia iránt. Mert meg érdekes módon Ázsiában is, ugye a buddhizmus, így a Qing rendszer az utolsó császár megbukásával, ugye, tehát hogy itt így a buddhizmuson belül is keresik a kapcsolatot arra, hogy új módon értelmezik magukat, és ez a kereszténységhez való kapcsolat erősödésében jelentkezik, ugye, amit egy másik Boros nevű autoritástól kölcsönzök, akinek ez a doktori témája most, úgyhogy ezt csak zárójelben teszem hozzá. Igen, további kérdés, kommentár.
Feri itt a lehetőség válaszolni. Nagyon szépen köszönöm. Sorban haladnék, és először is azzal kezdeném, hogy nagyon köszönöm Csabának a rendkívül kedves szavakat. Itt arra reagálva, amiket mondott, két dolgot szeretnék említeni. Az egyiket csak félig szarkasztikus megjegyzésként, hogy ugye említetted ezt a célkitűzést, hogy ezt az űr kitöltését, hogy senki nem vizsgált a filozófiai keretben, azért itt azt muszáj hozzátennem, hogy azért a weberológia minimum 50, de lehet, hogy nagyobb százaléka szerint ez jól van így. Tehát, hogy azért nagyon sokan vannak, akik szerint Webert nem nagyon kellene filozófiai keretben vizsgálni. És itt, ha szabad, nemrég most a Max Weber Studies-hoz adtam le egy tanulmányt, és ott az egyik névtelen bírálom kezdte azzal, hogy hát személyesen neki sok olyan véleménye lenne, amit itt talán nem is írna le. Mindegy, akiknek ez szól, azok bizonyára nagy örömmel fogják olvasni ezt a szöveget. Szóval, és ez egy nagyon beszédes mondat, ez azt jelenti, hogy a Weberrel foglalkozóknak van egy olyan része, ezek lehetnek akár sokan, de hogy azért nem mindenki, akik nyitottak Weber filozófiai keretbe helyezésére, mások pedig kevésbé, és azért ez a dolog, ez megint vissza fog majd köszönni ott is, hogy akkor Weberre hivatkozni, nem hivatkozni, hogy lehet, hogy nem lehet, és hogy az a megközelítés, amit ő elindított, mert azért ennek volt recepciója tudományos közegben, tehát sinológiai közegben, ez milyen irányba vitte, vagy igen, mozdította az európai gondolkodást Kínáról, szóval de az mindenképpen nagyon köszönöm, hogy Csabi ezt pozitívumként említette, és amit pedig arról mondasz, hogy ez a Kína megértésünket olyan módon segítheti ez a szöveg, hogy Weber Kína felé fordulását és ennek esetleges buktatóit példaként fölmutatja, ez nagyon örülök, hogyha ez működik így. Egyébként az ma egy nagyon divatos megközelítés, hogy Kínáról született jóval korábbi gondolatokat használjunk föl a mi Kína megértésünkben. Itt volt például az elmúlt években, most ezt nem tudom pontosan, hogy hánytól hányig, de egy ilyen projektszerű nemzetközi együttműködés, ami Tocqueville Kína képét igyekezett Kína társadalom elméleti megértésében felhasználni, és akkor ezzel párhuzamosan Kínában is elindult egy nagyon izgalmas Tocqueville reneszánsz. Erről egy holmi cikkben egyszer írtam pár oldalt, azért csak párat, mert nem mentem ebbe bele, éppen azért, mert én nem vagyok, szóval én a modern Kínával csak nagyon érintőlegesen foglalkozom, inkább csak amennyire köteteket szerkeztek, és ott megjelenik egy-egy ilyen szöveg, de hogyha ennek van ilyen haszna, akkor annak csak örülni tudok, és még egyszer köszönöm Csabának a nagyon szívmelengető bemutatást. Seres Zoltánnak a kérdésére azt szeretném nagyon határozottan válaszolni, hogy Weber egy percet sem töltött Kínában. Ugyanakkor nem gondolom, hogy... Szóval az, hogy ő ezt a kérdést abban a megközelítésben tette fel, amiben föltette, az alapvetően az ő hátteréből fakad. Hogyha ő elment volna Kínába, akkor ő valószínűleg gyűjtött volna dokumentumokat, amelyek segítettek volna, hogy jobban megismerjen tényeket. Ezeket a dokumentumokat le kellett volna fordítatnia, vagy ha megtanult volna kínaiul is, rengeteg nyelven beszélt egyébként Weber, és ezt nagyban hasznosította a Kínáról folytatott kutatásaiban.
oroszul például az oroszországi forradalom megértése érdekében tanult meg, kínaiul nem tanult meg Kína megértése érdekében, de orosz sinológiai szakirodalmat olvasott határozottan, és az egyébként egy nagyon széleskörű és professzionális sinológia, amit Oroszországban művelnek, tehát ilyen szempontból ő neki elég jó hozzáférése volt. Akkor azt lehet mondani, hogy ami a korban Kínáról tudható volt, azt tőle nem maradt elzárva Európában. Az más kérdés, hogy izgalmas módon nem használt bizonyos fajta szövegeket, amikről egyébként úgy lehet sejteni, hogy tudhatod, de valahogy mégsem abba az irányba indult, hanem más szövegeket is tett előnyben. Ez például tükrözheti, hogy az érdeklődése hogyan befolyásolta az értelmezését. A Szűcs László kérdésére azt szeretném egyfelől elmondani, hogy azért Weber kínaképe a korban megismerhető forrásokhoz mérten egyáltalán nem volt, szóval, hogy mondjam, tehát a mai ismereteinkhez mérten természetesen torzított, és néha egyébként egyes elemzők ezt elég durván tudják felmutatni, hogy például a kínai jogtörténetben Weber milyen óriási tévedésekbe esett, és akkor hivatkoznak például olyan szövegekre, amik igazolják, hogy Weber téved, és ezeket 1960-ban találták meg. Na most az ilyenfajta kritika az szerintem azért egy kicsit úgy saját magát tompítja, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek fontos tények, tehát természetesen kell az ilyen jellegű filológiai bizonyítás, de azt nem gondolom, hogy ezt Weber hibájaként lehetne felróni. Ami egy másik izgalmas ügy, az pedig az, hogy neki, és erre utaltam az előbb, volt komoly hatása például a magyar származású Etienne Balázsra, aki ezen a néven vált világhírű sinológussá, nagy hatással volt az egész Weberi életmű, ezt tükrözi számos olyan írása, ami kifejezetten Weberi keretben értelmezi Kínát, de nem csak a sinológiában, hanem például a város szociológiában is előszeretettel használják azt a Weberi város fogalmat és leírást, ami egyébként több nyilván a gazdaság és társadalomban is megjelenik, de a Kína tanulmányban is egy nagyon, nagyon színes, nagyon részletes értelmezése van annak, hogy Kínában mi volt, amit városnak szokás nevezni, és az miben tért el az európai várostól. Ugye itt ebben nem akarok megint belemenni, de ez az egész város, polgárság vonal, ez ismét a protestantizmusnak táptalajául szolgáló európai jelenségek miatt nagyon fontos. Tehát, hogy volt város, hogy volt polgársága ennek, ezek Webert jellemzően érdeklő kérdések. Szóval azért a korban, amit ő létrehozott, az egy nagyon szép teljesítmény volt, és tényleg vízválasztónak lehet tekinteni abban az értelemben, hogy a kérdésfeltevései azok nem sinológiai kérdésfeltevések voltak, egyértelműen nem, viszont egy csomó olyan területet kapcsolt össze a sinológiával, ilyeneket, mint a jogtörténet, meg a város szociológia, amiket azért még ebben a korban ilyen értelemben nem műveltek. Persze ő se hívta ezt város szociológiának a Kína tanulmányban, de a gazdaság és társadalomnak a módszertani keretét azt összekapcsolta. Ugye az megint ezt nem mondtam, hogy nagyjából egyszerre, tehát akkor kezd Kínával foglalkozni, amikor a gazdaság és társadalom, ugye később csak Marianne Weber által kiadásra összeállított fejezeteit írja, és például pont a városnál nem véletlenül a gazdaság és társadalomban egy csomó Kína példát lehet találni éppen emiatt. Hogy miért tértem ki nagy mértékben itt a módszertanra, hát azért tértem ki a módszertanra, mert
Webernél nagyon gyakori az a fajta megközelítés, hogy szinte csak a tartalmat elemzik, miközben Weber nagyon hadakozott az ellen, hogy nála a tartalomra helyezzék a hangsúlyt, és ugye mindig arról beszélt, hogy a protestáns etika kapcsán is mindig arról beszélt, hogy az példa, és ugye a Kína tanulmány, meg az India tanulmány is tulajdonképpen mind arról szólnak, hogy próbáljuk meg a módszertani keretünket valahogy úgy alkalmazni, és erre Weber reflektál is, hogy jobb hián olyan terminusokat kell alkotni, amelyek az európai fejben érthető elemekből állnak, és mégis valahogy képesek leírni azt, ami Kínában történt. És ugye, ahogy szó szerint ugye említetted, hogy mennyire Kína megismerése a tétje, hát nem annyira Kína megismerése a tétje, azt mondanám, hogy Európa megismerése a célja, Európa jobb megismerése a célja, és a tétje meg, hogyha már ezt a szót használjuk, akkor az is, hogy ez az egész módszertan működik-e bárhol. Mert hogyha ez nem működik, akkor az azt jelenti, hogy az ideáltípusok azok kultúrafüggők, és az azért nem nagyon jó. Tehát az Webernek nem lenne jó, hogyha az derül neki, hogy mondjuk ugye a Csaba által is kiemelt feudalizmus, az mint ideáltípus sem működik máshol, csak ott, ahol a hozzánk legközelebb álló feudalizmus megjelent, és ugyanez a helyzet ugye a kapitalizmussal is, hogy amennyiben az nem igaz, hogy az ideáltípus, a tőke elszámolásra való törekvés értelmében, mert kapitalizmus mindenhol létezett, akkor nagyon nagy baj van ezzel az egész elmélettel. Na most Weber persze ezt sem mondja ki, de azért azt lehet érezni, hogy számára nagyon komoly jelentősége van annak, hogy ez az egész vállalkozás ez működjön, mint vállalkozás. És természetesen, amikor azt mondom, hogy őt az Európa megé, és akkor ezzel válaszolnék, vagy próbálnék válaszolni Gábor kérdésére, ami azért egy nagyon, nagyon összetett ügy, de hogy természetesen azért az nem szabad gondolni, és nem is, ha ezt csugaltam volna, akkor ezt most visszabillenteném, hogy Webert egyáltalán nem érdekelte Kína. Tehát amikor azt mondom, hogy Európa miatt, és egy a nyugatra, bármit jelentsen is ez, vonatkozó kérdésfeltevés miatt fordult Kína felé, azt véletlenül se úgy értem, hogy őt egyébként ne foglalkoztatta volna valami zsigeri, őszinte emberi érdeklődéssel Kína, és itt tudom, hogy az idő az nagyon elmegy, csak egyetlen nagyon egy bájos példát említenék, az Arendt Jaspers levelezésben van egy olyan mozzanat, amikor tulajdonképpen egy álom leírásáról van szó, és ebben az álomban az egy olyan jelenet játszódik le, ahol éppen Webernél vannak, beszélgetnek, és egyszer csak Weber bejön a szobába, és mindenféle Kínáról szóló, vagy Kínából kapott dokumentumokat mutat körbe, nagy lelkesedéssel, mert ezekhez éppen frissen jutott hozzá. Szóval, hogy a korban ez benne van, és azt hiszem, hogy ez az, amire Gábor utal, hogy egy korabeli polgári millióben ez a kelet-ázsiai kultúrák iránti őszinte izgatott érdeklődés, ez nagyon erősen benne volt, és hogy természetesen minden társaságban ez, tehát hogy egy társaságban az ember megjelent a Kínáról szóló frissen szerzett dokumentumaival, és nem úgy néztek rá, hogy mit akar ez az ember itt ezekkel a szövegekkel, hanem ennek volt ott relevanciája, mint ahogy egyébként ez már azért a 19. századnak a még persze nagyon naív érdeklődésében is ott volt, hogy társaságban a kelet-ázsiai régióról beszélgetni az egy közkedvelt téma volt, és azért persze ezt az érdeklődést ezt Webernél is megtaláljuk. Igen, és azt hiszem, hogy ez a válaszom vége. Köszönjük szépen, le is járt nagyjából az időnk, és köszönöm nem csak a
legutolsó két beszélgető partnernek, hanem ez a szekció eddigi ívét, ami a szerelem kultúrájától a Max Weber Kína képéig tartott, és Kis Csaba viszi tovább a stafétát, ugyanis az ő könyvéről lesz szó most, amelynek címe Forradalom és szabadság, Tocqueville kontra Marx. Vitaindítónak pedig Takács Ádámot kértük föl, aki úgy látom, hogy meg is jelent. Ádám, Okay. Nem látszom, Látszol, hallatszódol. De egyelőre Csabáé a szó. Igen, ez a könyv, ez a 2019-ben megvédett doktori disszertációban alapul. Igazából a lényegi változtatás a disszertációhoz képest inkább csak a végén található, ahol jobban kitérek arra a kérdésre, hogy mit kezdhetünk ma a forradalom fogalmával, illetve mit kezdenek ma a forradalom fogalmával. Hogy kicsit a keletkezéséről is beszéljek, az egészhez az ötletet tulajdonképpen az adta az egész könyvhöz, hogy Tocquevillenek 2011-ben, nem is ma volt már ez, megjelent magyarul az Emlékképek 1848-ról című emlékirata az 1848-as francia forradalomról. És azt egyébként egy szemináriumi dolgozat keretében hasonlítottam össze Marxnak a szintén ugyanerről a korszakról szóló műveivel, az osztályharcok Franciaországban, illetve a Louis Bonaparte Brumaire 18-ája című könyvekkel vagy írásokkal. Hogy egy picit beszéljek erről, hogy annak ellenére, hogy Tocqueville és Marx teljesen eltérő pozícióból írja le a maga művét az 1848-as francia forradalomról. Tocqueville ugye aggodalommal nézi a forradalmat, amely szerinte szocialista eszmeisége miatt a társadalom teljes felforgatásával fenyeget. Marxont épp a társadalom felforgatását várja, egy proletárforradalmi folyamat kezdetét reméli az 1848-as párizsi eseményektől. Ebbe aztán csalódnia kell később az események lezajlását látva. Ennek ellenére, hogy teljesen más megközelítésben írnak erről az esemény sorról, számos döbbenetes hasonlóság fedezhető fel, és ez kezdettelen nagyon izgatni, például a Lajos Fülöp-féle polgárkirályság korrupt rendszerének leírása szinte ugyanolyan a két szerzőnél, vagy az a leírás, hogy az 1848-as francia forradalom hogy lett a nagy francia forradalom paródiájával, vagy Tocqueville mondja, vagy bohózattá, úgyhogy Marx mondja a híres Louis Bonaparte Brumaire 18-a híres kezdősoraiban. De talán a legfontosabb, hogy mind Tocqueville, mind Marx fordulópontot látott az 1848-as forradalomban, és ezt két műve ki is fejtik, méghozzá ez az a fordulópont, hogy véget élnek az elsődlegesen politikai irányultságú forradalmak, amelyek még döntően a politikai szabadságukért küzdöttek, és a helyükbe a társadalmi egyenlőséget és a gazdasági kényszertől való megszabadulást óhajtó célzó forradalmak lépnek. Ennek értékelésében persze eltértek, Marx üdvözölte ezeket a szociális társadalmi forradalmakat, Tocqueville viszont a szocialista eszmeiségű forradalmakban alapvető fenyegetést látott a politikai szabadságra nézve. A disszertáció témázó ötletet tehát ez adta, ez az összehasonlítás adta, és ahogy mélyedtem el ebben a kérdéskörben, újabb kérdések és problémák, hiszen mind Marx, mind Tocqueville beszél arról, hogy az 1848-as francia forradalom csak folytatása volt lényegében a nagy francia forradalomnak, egy permanens forradalom volt tulajdonképpen mindkettőjük szerint, Marx használja is ezt a kifejezést, egy permanens forradalmi folyamat, egy hosszú történelmi projekt, amely az ő korukban is folytatódott a 48-as forradalommal, és tovább is. A két szerzőnek a forradalomról alkotott nézetei, tehát lényegileg a történelmen alkotott nézeteibe illeszkednek, tehát egy történelmfilozófiai összevetést is kellett készítenem a két szerző kapcsán. Na most... Ami nagyon összeköti Marxot és Tocquevillet, és ami mind a kettők érdeklődését meghatározta, az, hogy a személyes életüket is meghatározta az 1789-es nagy francia forradalom, vagy az 1789-ben kitört nagy francia forradalom. Ugye tudjuk, hogy az arisztokrata a származású Tocqueville felmenői közül többen is jakobinus diktatúra áldozatai lettek,
tehát az ő családját az alapvetően negatívan érintette ez a forradalom, francia forradalom. Marx családja viszont inkább kedvezményezettje volt ennek a forradalomnak, ugye Trierben élt a Marx családja, az apja, és ezt a Trier városát Nyugat-Németországban, mai Nyugat-Németországban elfoglalták annak idején a franciák, és itt Trév néven, és itt a zsidók emancipációja is lehetővé vált, amely tehát egy pozitív változást hozott végül is a Marxik életében. De mind a két családra, ha negatívan, ha pozitívan, jelentősen hatott a forradalom, és úgy vélem, hogy és hát ez ki is mutatható, hogy mindkét szerzőre ugye végül is Tocqueville, hogy a régi rend is forradalom, amelyet nem tudott befejezni, és igazából a régi rendről szól, ott foglalkozik a nagy francia forradalommal, Marx kisebb írásaiba, de ő tervezett egy könyvet a konventről, tehát ilyennyire foglalkoztatta őket, hogy mind a ketten könyvet akartak írni róla, és részben írtak róla nagy francia forradalomról. Ezt a korszakot, amelyben ők éltek, ezt Eric Hobsbawm neves marxista történész, ugye forradalmak korának nevezi, amely szerintem egy nagyon jó megnevezésenek az 1789 és 1848 közötti időszaknak, különösen Franciaországban, ahol ugye Tocqueville élt, és ahol Marx is életének egy kisebb részét élte. Ugye itt gyakorlatilag a francia forradalom kitörése óta egy állandó változás, évtizedeken keresztül fontos rendszerváltások sora, a Jakobinus kommentet, a direktórium követte, aztán a napoleoni államcsíny, majd napoleoni császárság, Napóleon bukás után a Bourbon restauráció, majd az 1830-as forradalom, utána Lajos Fülöp polgárkirályság, majd a 48-as forradalom, aztán a Tiszavilágéletű második köztársaság, majd az újabb napóleoni államcsíny és harmadik Napóleon császársága, majd ennek a bukása után a kommün, amely az utolsó ilyen forradalmi megmozdulás volt lényegében, és aztán utána a kommun után a harmadik köztársaság kialakulásával jött létre csak egy több évtizedes stabil rendszer Franciaországban. Tehát lényegében 80 éven keresztül egy folyamatos változás volt Franciaországban is, és egyébként a Európa jelentős részén is. Nem véletlen, hogy az ebben a korban élő politikai gondolkodók számára az lett az egyik legfőbb kérdés, hogy hova fog mindez kifutni. Ugye Tocqueville hajóra szállt, hogy az Egyesült Államokba keresse meg erre a választ, ugye Egyesült Államokban a jövőt, Európa jövőjét kereste. Marx szemelőtt inkább Anglia lebegett, mint amelyben a kapitalizmus a leginkább, legjobban kifejlődött, és ahol elméletileg majd le kéne játszódni a első ízben a vállalt proletár forradalomnak. Hogy azonban a jövőt megismerjük, az először meg kell ismerjük a jelent, és ezért mind a ketten a koruk társadalmának a megismeréséhez fogtak, és mindkét szerzőt tulajdonképpen a szociológia előfutárainak szokták emlegetni. Például John Elster olyan címmel írt könyvű Tocqueville-ről, hogy Tocqueville az első társadalomtudós. Tehát lényegében az első, aki a társadalomnak az igazán tudományos vizsgálatával foglalkozott. Maga Tocqueville említi is, hogy egy új tudományt igényel ez az új korszak. És tulajdonképpen neki kezdett ennek az új tudománynak a művelésének. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a szociológia a társadalom tudományos művelősének kialakulása létrejötte, az mélyen valóban abban gyökerezik, hogy ez a korszak, amelyben ezek a szerzők éltek, ez egy nagyon mozgalmas, társadalmi mozgalmas korszak volt, ugye egy társadalmi merev korszakban, egy olyan korszakban, amely öröktől fogva adottnak és megváltoztatatlanak tűnik, kevésbé élet fel az igény egy ilyen típusú vizsgálatra, a társadalomnak a tudományos elemzésére. Így hát a disszertációban nem csak a történelmi elméletükkel foglalkoztam Marxnak és Tocqueville-nek, hanem a társadalom elméletével is. Részben szociológiai jellegű, de nem vagyok szociológus, filozófus, tehát inkább filozófiai megközelítésben. És ami ezen kívül fontos témája a könyvnek, amely a címét is adja, a címében a második részét adja, ugye a forradalom és szabadság, az a szabadság kérdése, amely azért, már csak azért is nagyon fontos, hiszen a forradalom fogalmát nagyon sokszor kapcsolták össze a szabadsággal. Maga Condorcet, a
francia forradalom idején már azt írta, hogy csak az a társadalmi változás nevezhető forradalomnak, aminek célja a szabadság. Ugye az újkori forradalmak egyik, a legfőbb célkülözése a szabadság, konkrétan a politikai szabadságjogoknak a kivívása volt. Szabadság, egyenlőség, testvériség hangzik ugye a nagy francia forradalom jelszava, vagy ha megnézzük Eugène Delacroix híres képét, a szabadság vezeti a népet, amely a 1830-as francia forradalomnak készült, és talán semmilyen más kép nem sűrt jobban egy képbe azt, hogy a forradalom és a szabadság milyen lényegileg összetartozik, a figyei sapkával és a francia tikorral kezében a barikádon előttörő allegorikus nyilvának, aki a szabadság néven, tehát ő a szabadságnak az allegóriája. Vagy hogy nagy költőnket idézem, Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai, szégyenre áll, lecsendesült és szabadságát nem vívta ki. Így a Petőfi. És ahogy ezt a kötetemben is tárgyalom, lényegében a szabadság az egy fontos elem volt mindig ahhoz, hogy a szabadság vágya, hogy egy ilyen változást forradalmak nevezzük, hogyha nincs meg ez a szabadság jelenti vágy, akkor általában lázadásról beszélünk, felkelésről, de forradalmak nem igazán nevezzük. Ennek ellenére mégis azt látjuk az európai történelemben, akár a jakobinus forradalmat nézve, akár a bolsevik és más kommunistának nevezett kommunista forradalmakat nézve, hogy ezek nem szabadságot hoztak el, hanem a létező zsarnokságot csak egy még nagyobb zsarnoksággal váltották fel. És ez a kérdés, ez már úgy, mert ugye Konstant is foglalkoztatta a régiek és a modernek szabadságában, és aztán a 20. században fontos témává vált, hogy a két szerző, akivel részben kezdődik is a kötet, akiknek két fejezetet, egy-egy fejezetet szentelek, Hannah Arendt és Bibó István is a szabadság és a forradalom problematikáját vizsgálta meg, hogy miért lettek a szabadságot kitűző forradalmak mégis zsarnokságnak a meleg ágyai. Én ezért tartottam fontosnak a szabadságnak a vizsgálatot, aminek egy külön részt szentelek, és itt összehasonlítom Benjamin Constant, Rousseau, Hegel, Tocqueville és Marx filozófiailag teljesen más szabadságfogalmait próbálom egy keretbe rendezve összefoglalni. Ugye ez a kollektív versus egyéni, vagy pozitív versus negatív szabadságfogalom, ezt próbálom vizsgálni. És emögött, a vizsgálat mögött az a kérdés húzódik meg, hogy ezek a különböző szabadságfogalmak hogyan vezettek a tényleges valóságba bekövetkező zsarnokságokhoz. Ugye Constant beszél először a régi és modernek szabadságában, hogy a russzói szabadságfelfogás, amit a jakobinusok átvettek, hogyan teremtette meg egy ilyen zsarnoki rendszernek az eszmei alapját. És lényegében ugye Marx is, hogy ez a leginkább a Zsidó kérdéses című művében látszódik, ahol a modern szabadságjogokat az önző burzsa szabadságának tartja, és ezzel szembeáltja a citoyen eszméjét, hogy tulajdonképpen a marxi szabadságfogalom is ez a russzói szabadságfogalomhoz kapcsolódik, döntően ezt veszi át, és valamilyen módon ez megágyazott a kommunista zsarnokságnak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Marxot vagy Rousseau-t elkölcsi felelősség terhelni ezekért a zsarnokságokért, egyáltalán nem ezt állítom, hanem ahogy Constant is kifejtette, hogy hogyan vezet a russzói szabadságfelfogás ez a zsarnoksághoz, ez szerintem filozófia meg lehet indokolni ezt az összefüggést. Így állt össze a kötet, amiben a disszertációhoz képest a kötet változás jelent, az a vége, ahol arra térek ki, hogy a forradalom fogalma lényegében 21. századra eléggé devalválódott éppen a kommunista forradalmak miatt is, és ugyanígy devalválódott az erőszak fogalma, vagy az erőszaknak ez a fajta romantikus felfogás, ami jellemezte azért a 19.
a nagy francia forradalmat, aztán a 19. századi forradalmakat, ugye a lángoló főúri kastélyok, az akasztó fellógó zsarnokok, ez ehelyett a mai korban az erőszakmentesség parancsa lépett. A klasszikus forradalmak idején az erőszakot azért a forradalom szükségszerű verejárójának tartották is, és tényleg kicsit romantizálták is, és erkölcsileg igazolhatónak tartották, ugye, hogy megint Petőfit említsem, ugye akasszátok fel a királyokat, írja a versében, vagy például, amit idézek is a könyvemben, Arany Jánosnak ír 1848-ban egy levelet a márciusi forradalom után, amelyben azt írja Arany Jánosnak, hogy el akarták vitatni a március 15-től a forradalom kifejezést, mert nem történt erőszak, és Petőfi bizonygatja Aranynak, hogy de ők erőszakkal vívták ki a sajtószabadságot, csak éppen a helytartó tanács reszketni méltóztatott és nem szegült ellene. Ha megnézzük a mai forradalmakat, akkor azt láthatjuk, hogy az erőszakmentesség az erőszakmentességnek van már igazából kultusza, például az arab tavaszban is a tunéziai vagy az egyiptomi forradalomban a tüntetők alapvetően békés tüntetést tartottak, csak a karhatalom lépett föl velük szemben erőszakosan, vagy például talán legutóbbi forradalomnak tekinthető esemény, a 2020-as fehér orosz megmozdulások szintén erőszakmentesen indultak, szintén a karhatalom tett őket erőszakossá, vagy a karhatalom lépett föl erőszakkal, például a Lukasenka, fehér orosz diktátornak a kihívója az elnökválasztáson, Svetlana Tsihunskaja, úgy is nevezte, hogy ez egy békés forradalom, ami zajlik Fehér Oroszországban, tehát békés forradalomnak hívta. A forradalom tehát átalakult, az erőszak helyett az erőszakmentes küzdelem vált ma a forradalomnak a elfogadott formájává, ami úgy gondolom, hogy egy olyan fejlemény, amit üdvözülhetünk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ádám, tiéd a szó. Igen, itt vagyok. Köszönöm én is a szót. És köszönöm a lehetőséget, hogy ezt a könyvet ismertethetem, mert azt rögtön hozzá is teszem, hogy a kíváncsiság vezetett és a tudni vágyás, amikor elvállaltam ennek a munkának itt a referálását, mert azért nem teljesen a saját területemen vagyok ezzel a könyvvel, amivel csak azt akarom jelezni, hogy nem a politikai filozófia, politikai eszmetörténet a fő profilom, de nem is vagyok nagyon messze távol ettől a tártól, úgy érzem, és a kíváncsiság az kettős volt bennem, amikor úgy gondoltam, hogy motiválom magam ennek a könyvnek a részletes végtanulmányozására azzal, hogy aztán elmondjam róla a véleményem. Az egyik kíváncsiság az volt, amiatt a tematika megszab Marx és Tocqueville erőterében megképződő forradalomnak és szabadságnak a gondolatköre. A másik pedig az, hogy ennek az egész problémakörnek milyen lecsapódása van egy mai generáció számára. Több és kevésbé ezekről a fogalmakról, a saját tanulmányaimból, meg a azt megelőző szakirodalomból valamit ismertem, kíváncsi voltam, hogy ezen a téren milyen generációs változás van, fiatal filozófusok ma hogyan látják ezt az összefüggést, hogyan kontextualizálják. És hát nem csalódtam egyik várakozásomban sem, épp ellenkezőleg nagyon, nagyon jó és pozitív benyomások értek ennek a disszertációból kérdött könyvnek az elolvasása után. Nagyon értékeltem, hogy egy átfogó tematikáról van benne szó, a kontextus szét van húzva nagyon messzi horizontokra, amiközben ez semmit nem vesz el a fajsúlyos kérdések tárgyalásából. Vagyis az, hogy folyamatosan a szabadság és forradalom összefüggése képezzen konceptuális kapcsolatot. Az egyébként sokféle történetileg, időben és térben sokfelé állagozó elemzésekből. Végig azóta benyomásom, hogy a munka az nem, és ez lehet, hogy ez generációs. Ha az generációs tulajdonsága, a mai filozófia érvelésnek, akkor nagyon üdvözlöm. Nem az volt a benyomásom, hogy
azt tudatja velem ez a munka, hogy, hogy mennyit kell még elolvasnom, és mennyit kell még tudnom erről a kérdésről, ami sok szaktudományos munka esetében felmerülhet, hanem az, hogy hogyan lehetne tovább gondolnom a megfogalmazott kérdéseket. Tehát van már egy nagyon erős ösztönző jelleg ebbe a munkába, amely egy kifejezett pozitív gondolati élménnyel ajándékozza meg, azt gondolom, nem csak engem, hanem bármelyik olvasóját. Most annál is inkább, mert aki ezt a könyvet megveszi, vagy elolvassa, az azt gondolom, hogy legalább 3 könyvet vesz meg egyszerre. Egyrészt itt van tehát nekünk a forradalom, mint történeti, eszmetörténeti és filozófiai probléma, amely alaposan és a 19. századi forradalmakra koncentrálva, de a 20. századi kitekintésekkel is megfűszerezve ezt a problémát előnk állítja, és ez már önmagában egy provokatív és inspiráló problémakör, és a könyv egyáltalán nem hallgatja el ennek a témának a nehézségeit és a megközelítések sokféleségét. Ebből kialakul ennek az elemzésnek a hullámán létrejön egy másik könyv és egy másik munka, amely a szabadság és ezen belül főleg az egyenlőség politikai filozófiai koncepcióit veszi alapul és helyezi keretként a forradalom problémája köré. Tulajdonképpen maga a könyv ezzel nyit, és folyamatosan ezt a problémát ébren tartja, ami nagyon jó kontextualizálást ad a forradalom problémájához. És harmadrészt mindebben benne van a könyv fő címében is jelezett 2 szerző, Tocqueville és Marx összehasonlító elemzése, ami egyszerre nyújt keretet a szabadság és forradalom már eleve kettős kérdés köréhez, és mélyíti el ezeket a problémákat azáltal, hogy egy filozófiai arcélt ad ezeknek a kérdéseknek egy jól meghatározható korpusz, társadalmi szituációt, még biográfiadokat is találunk Marx és Tocqueville kapcsán. Ebből áll össze egy olyan elegy, amely nagyon számomra nagyon instruktívan elemzi az elvi kérdéseket, amelyekkel egy politika filozófia, egy mai politikai filozófiának szembesülnie kell a szabadság és az ebből kinövő egyenlőség és forradalom problémái kapcsán, és egy történeti problematizálás, amely pedig az eszmetörténet, sőt időnként még a társadalomtörténet bizonyos meglátásait is képes produktívan kapcsolatba hozni ezekkel a egyébként fajsúlyos filozófiai tétekkel. Tehát van egy módszertanulag nem exponált, de gyakorlatban rendkívül jól bemutatott ritmizált elemzés történeti kontextusok és ebből kimutató filozófiai tartalmak között, és miközben erről, tehát sok nagy modellünk van, ami rendelkezésre áll ilyen típusú elemzéshez, akár Marx-tól kezdődően egészen Foucault-ig, ez a munka ez önmagában is színre visz saját ritmusán, saját léptékén és saját minőségén egy ilyenfajta megközelítést, ami szerintem nagyon-nagyon instruktív, nagyon sokfajta bejáratot enged meg, nagyon sokfajta továbbgondolást enged meg. Egyszerre teszi szellősi ezt a kérdést, közül egyszerre érzteti ezen a kérdésnek a súlyát. Ebből alakul ki egy számomra nagyon jól ritmizált, és egy jól megírt, elegánsan megírt szöveg. Szerintem az elegancia annak köszönhető, hogy mindig volt egy kontextus, ami a szerzőt kisegítette abban, hogy megvilágítsa az épp tárgyalandó kérdéseket. Mindig volt hova hátralépni, vagy előre tovább menni. Volt egy mozgástér. Minden, a fejezetek nem kapcsolódnak szervesen egymáshoz, de a problematika és az a mozgástér, amit egyes fejezetek létrehoznak, mindig értelmesen betölthetővé teszi minden egyes fejezet egy következő lépéssel. Nem könnyű, mindannyian, akik itt ülünk, szerintem tudjuk, hogy nem könnyű jól ritmizálni, vagy jól megírni a gondolatainkat, hogy azok anélkül alkossanak szerves egységet, hogy valamilyen rendszerszerűség mintájával kellene rendelkeznünk, és hogy áthidaljuk azt a nehézséget, hogy hogyan tudjunk már jól ismert és ezerszer elmondott dolgokat úgy bemutatni, hogy azok mégis újszerűen hassanak. Ennek a könyvnek mind a két szerintem pozíció az előnye. Egyrészt eddig nem ismert dolgokat mond el, vagy helyez meg világításba,
másrésztről pedig eddig már nagyon jól ismert és csontig elrágott dolgokat képes konstruktívan összefüggésbe hozni az eddig még el nem mondott dolgok. Most mindenben külön öröm számomra az, és ez remélem minden olvasónak feltűnik, vagy ha nem, akkor ezt külön a könyvről szóló recenziókban majd jelezni kell, hogy láttatni engedi egy magyarországi vagy hazai politikai filozófiai hagyománynak a meglétét. Ami nem evidens, és nem mindig jut az eszünkbe talán, amikor ezekről a fajsúlyos kérdésekről gondolkodunk, hogy itt Bibó Istvántól a budapesti iskola tagjain át, Ludasi Máriái, Kis Jánosig és a mai fiatal generáció meghatározó politikai, filozófiai gondolkodójáig itt egy, hanem is egy hagyomány, de egy jól kitapintható és mérvadó eszmetörténeti szál van, amelyet ez a munka az idézeteivel, a lábjegyzeteivel, a szakirodalom hivatkozásaival nagyon világosan kidomborít, és tulajdonképpen, nem tudom, hogy Csaba elmondja, hogy szándékosan vagy szándékoltan, egy hagyománnyal formál. A munka Bibóval kezdődik, és Bibóval záródik, de benne nagyon sok. De ez a két Bibó által mélyített zárójel nagyon sok egyéb előbb említett magyar gondolkodót és magyar hozzájárulást enged láttatni, amelyek szerintem nem véletlenül vannak itt, és amelyek időnként az elemzések fő sodorvonalát adják, legyen szó akár Ludasi Mária abszolút alapvető, a francia felbőzsdás és annak eszmetörténet feldolgozó írásai, Fehér Ferencnek a francia forradalom szóról talán a legjobb munkái, Kis Jánosnak, Marx gondolatvilágát és a liberalizmus gyökereit megvilágító szövegei, egészen a Farkas Henrik és mások mai posztmarxizmus tárgyaló elemzéseig. Szóval ez egy nagyon szimpatikus és nagyon instruktív szál a munkában, mert egyáltalán nem, az emberek nem az élmény, hogy ez Fodumiő került oda, hanem láthatólag ez döntő hozzájárulást jelent ennek a gömbnek a megírásához. Valahogy úgy tűnik ez a munka, és ebben egy ilyen hagyomány keretei belül helyezi az elemzéseit, miközben messze menők nem hanyagolja el a releváns tőlünk nyugatabbra eső szakirodalomnak a beépítését a munka alapvető tézéseibe. Szóval nagyon ezek a benyomás, amiket most mondok, nagyon élvezetes és instruktív olvasmány volt a munka elemzése. Azt is meg kell mondjam azonban, hogy miközben ez a pozitív lendület végig kitartott a munka elemzésében és megértésében, egy másik benyomás is kezdett bennem körvonalazódni, és ez pedig az, hogy folyamatosan úgy éreztem, hogy az elemzéseket egyfajta aszimmetria kezdi áthatni, miközben a munka egy szimmetrikus probléma, látszólag szimmetrikus fogalmi problémakörben helyezi el a saját mondani valóját. Forradalmi szabadság, Tocqueville kontra Marx. És ez az aszimmetria úgy konceptualizálódott a munka elolvasása végére számomra, hogyha ennek a könyvnek van egy... Ha az a könyv ez egy nyereség mindenkinek, akivel ez a probléma szembe jön így, ahogy meg van írva, és mégis rákérdezünk, hogy ki ennek a munkának a vesztese, vagy ki az, aki talán nem jár jól ennek a problémának az elemzésében, akkor az benyomást támad bennem, hogy ez Marx. És az újraolvasás megerősítette bennem azt a benyomásomat, hogy a munkában sem terjedelemben, sem a bírálat minőségében, mind a terjedelemben, mind a munkában kifejtett filozófiai elemzések bíráló jellegének az exponálásában Marx valahogy kevesebb szót kap, és több bírálatot kap, mint Tocqueville mindenképpen, de még akár a különböző részfezetekben,
felemlegetett más mérvadó gondolkodók is. És az a kérdés fogalmazott meg benne, hogy olyan miért van ez így. Így van ez, és miért van ez így? Csak majd elmondja, hogy szerinte így van-e. Úgy éreztem, hogy Marx gondolkodása és az általa a szabadság és forradalom összefüggéséről elmondott tézisek filozófiai bírálatban részesülnek, miközben ez a filozófiai bírálat, ez a kritikai él, Tocqueville esetében nincs munkába véve, ez a kritikai apparátus Tocqueville kapcsán nem lép működésbe, de még mondjuk Burr kapcsán sem lép működésbe, és az ő konzervativizmusa is, ha nincs is jóvá hagyva, de a saját névértékén szerepelhet, miközben a Marx gondolatai, és az, hogy az ő jóslatai tényszerűen mennyiben váltak be, hogy az elgondolásai mennyire megalapozottak, hogy az elemzései mennyire világosak, tiszták és logikusak, ez rendszeresen kritikai jellel kerül elő a munkában. És bennem ez azt a kérdés fogalmazta meg, hogy miért nem kapja meg Marx és azt a konstruktív olvastót, ami abban áll, hogy nem azt kérjük számon rajta, amiben nem volt igaza, hanem kidomborítjuk azt, hogy mi motiválhatja az igazságait. Ugyanúgy, hogy a Tocqueville esetében sem történik meg, a demokratikus autoritarizmusok különböző formáinak 20. századi számbavétele, vagy a populizmus jelenségének a mai kritikai értelmezés és szembeszegezése a Tocqueville-i eszménnyel. Marx esetében azonban folyamatosan megtörténik a forradalom, az általa megjósolt forradalom különböző elvi és tényszerű kudarcainak a részletes bemutatása. Na most ez mind azt végeredményben oda vezetett engem a ezekben a megfontolásaiban, hogy vajon nem lett volna lehetséges egy másfajta Marx olvasatot beilleszteni ebbe a munkába, amely megfelelt volna egyrészt annak a kiegyensúlyozott megközelítésnek, amiben Tocqueville részesül. Nos, és lehet, hogy nagyobb igazságot szolgáltatott volna a marxi intencióknak, ami a szabadság, a forradalom és a forradalom összefüggését illeti. Kezdve azzal, hogy lehet, hogy nem ez a két fogalom jelöli ki azt a pályát, ahol Marx a legerősebb. Tehát, hogy lehet, hogy nem a szabadság és az egyenlőség gondolatainak a megfogalmazása Marx legjobb oldala. Miközben maga a munka is többször elmondja, hogy hát erről Marx alig-alig mondott valamit szubstanciálisan. Nem lehetséges-e az, hogy Marx nem a szabadság és egyenlőség gondolkodója mindenek előtt, hanem a zsarnokság gondolkodója mindenek előtt. És a szabadság megteremtése vagy elgondolása annyiban jön nála szóba, amennyiben ez a zsarnokság felszámolásának következménye, és nem feltétele. Az emberi emancipáció az a kapitalizmus formájában, legmagasabb formájában tetten ér zsarnokság felszámolásának következménye, nem pedig eszmei előfeltétele. Ha innen így indulunk ki, akkor a szabadság problémájának, vagy az egyenlőség problémának a hangsúlyai, meg az általuk megkövetelt gondolati munka természete is áthelyeződik, mert nem arról van szó, hogy valamifajta igazságosság, egyenlőség vagy szabadság fogalommal kell rendelkeznünk ahhoz, hogy a zsarnokságot megalapítsuk, hanem pont fordítva, a zsarnokság empirikus vagy materiális tapasztalatából indulunk ki, amely Marx szerint tetten érhető a korai kapitalizmusban ennek a beható, a kapitalizmusban, bocsánat, a fejlett kapitalizmusban, ennek a beható elemzését adja a Tőke című munkája, amelynek a elemzését ez a mű nem propagálja, nem veszi a saját horizontjában elő. És csak miután a zsarnokság természetével tisztább jöttünk, akkor lehet következőség levonni a szabadság és egyenlőség eszmére nézve. Vagyis Marx erőssége az, hogy nem az igazságos szó, igazságosság, szabadság, egyenlőség szótárára alapozza a saját gondolat, hanem a társadalmi igazságtalanság szótárára. Az elnyomás, a leigázás, az alávetés, egy szóval a kizsákmányolás alap filozófiai szótára az, amit alapul kell venni a történelem és társadalmiság természetének megértéséhez, és amelyet alapul kell venni a társadalmi emancipáció lehetőségének a megértéséhez is.
ez a korai Marx intuíciója, és ez a késői Marx projektje a tőkében, és korábban a Grundrissében. Szóval én úgy érzem, hogy itt egy fogalmi áthelyezés történt Csabánál, ami eredményeképpen Marx erősségei háttérbe kerültek, és gyengeségei előtérbe kerültek. A Marxot a szabadság egyenlőség gondolkodóinket értjük anélkül, hogy megvizsgálnak azt, hogy mennyiben ő a zsarnokság gondolkodója, akkor levegőben maradnak az, hogy miért mondja azt az egyenlőségről és szabadságról, idevéve a forradalmat és amit mond. Ha megfordítjuk, akkor Marx felmentést kap az alól, hogy a lehető legmélyebben és legmegalapozottabban exponálja a szabadság és forradalom gondolatait, mert az a szabadság fogalom, amivel él, és az egyenlőség fogalom, amivel él, és az a forradalom fogalom, amely felé tendál, az a zsarnokság adott állapotának diagnózisából detektálható. A munka maga ezt a tézist több alkalommal felvillantja egyébként. Felvillan ez akkor, amikor megtudjuk azt még a Marx elemzések elején a 73. oldaltól, hogy Marx filozófiai szabadság fogalma egy antropológián nyugszik. Ugye elhangzik az, hogy 71. oldalon a könyvben, hogy a Marx szabadság felfogása lényei kapcsolatban az emberről alkotott nézeteivel. Ez egy nagyon fontos tézis, mert ebből, és itt a Márkusnak a marxizmus antropológiára vagy vonatkozás egy kulcsszöveg ebből a szempontból, az fontos, mert ebből világossá válik, hogy Marxnak nincs a szabadságról semmifajta szubstanciális nézete, mint eszméről, hanem inkább ez egy ontológiai tézissel dolgozik, amit az ember nembeli lényege ragad meg, vagy ez a fogalom ragad meg a gazdaságfilozófiai kéziratokban, aminek két jelentése, mint a szöveg egyébként exponál, az egyik az, hogy az ember egy szabad alakulásra képes lény, alakulásra, nem kötött természetileg, mint az állat. Másrészt, hogy eredendően közösségi vagy interszubjektív lény, ezért lehet történelmi társadalmi termék. Vagyis az ember, mint szabad, az nem egy politikai állapot, hanem egy ontológiai státusz, nyitott kollektív individuáció, ezt lehetne mai nyelven mondani. Ez azért fontos, mert innentől látjuk azt, hogy Marx a szabadság fogalmát nem egy elérendő eszmeként hozza játékba, hanem egy történelmi helyzet és állapot leírásaként, mint a szabadság hiányát nevezi meg. Tehát megint amellett érvelnék, hogy a zsarnokság, vagy az elnyomás, vagy a szabadság hiányának tapasztalata, vagy leírása, az fontosabb Marx számára. Konkrétabb, leírható, megragadható, mint a szabadság pozitív, valamifajta szubstanciális fogalmának a kidolgozása. Ezért, ha igaz is, hogy valahogyan, ahogy a szöveg erőteljesen állítja, és ahogy Csaba a előbbi prezentáció is említette, hogy itt, mintha a russzói megoldáshoz, ha választanunk el, hogy Marx melyik, a szabadság milyen fogalma él, akkor itt a russzói tradíció, a russzói hagyomány jön működésbe, mint a szabadság pozitív fogalma, és időző a könyvből, a cél Marx számára nem más, mint az ember ideális lényegének visszanyerése, a 80. oldalon olvassuk ezt. Én számomra ez túlságosan russzói ez a beállítódás. Visszanyerni az ember ideális lényegét. Pláne akkor, hogyha ez még az akarat valamilyen fogalmát is hozzátársítjuk a russzói mintának megfelelően, akkor én nagyon nehezen láttam ebbe a Marx szabadság fogalom konceptuális hálóját. Ideális lényeg, visszanyerés, akarat. Nem tudom, hogy ezek a jó fogalmak egy olyan szabadságfogalomnak a körülírásához, amely Marxnál alapvetően a képesség, a potencialitás, az alakulás, a történelmi változás fogalmaiként van leírva, vagy ezek lehetőségeként van leírva. A szabadság alapvetően egy képesség Marxnál. Nem mondja meg, hogy mire való képesség. Nem tölti be ezt tartalommal. Hanem azt mondja, hogy a szükségleteink szabad kiművelésére vonatkozó potencialitás, miközben a szükséglet fogalma maga, az teljes mértékben történelmi változó. A termelési módok hozzák őket létre. Ezért van szükség
minden politikai forradalomnak, ahogy Heller Ágnes ezt megfogalmazta, a szükségletek forradalmát, amely átalakítja a szabadság korábbi tartalmait, és olyan szintre hozza el őket, amiről pillanatnyilag még nem nyilatkozhatunk. Nem tudjuk, milyen szükségleteink lesznek akkor, amikor elérjük azt az állapotot, hogy bennünket már a külső vagy a belső elnyomás formái nem korlátoznak. Ebben a szempontból én ezt a russzói fogalom ellentéteként írnám le ezt a szabadság fogalmat, amit a munka egyébként többször idéz Marxtól. A hajlamok minden irányú kiművelése, mondja a hegeli jogfilozófia bírálata, a szabad fejlődés, mondja a kommunista kiáltvány, az ember teljes elvesztésén keresztül elnyert szabadság, megint csak a jogfilozófia idézve, a szabadság egy képessé válás egy olyan életformára, amely nélkülözi önmagunk és mások elnyomását. Ez a legtöbb, amit mondhatunk róla Marxnál, ha a zsarnokság állapota felől közelítjük meg, ami a kapitalizmus. Ez a legmagasabb érték, de csak mint heurisztikus fogalom. Nem tudjuk még, hogy mitől kell szabadnak lennünk egy olyan társadalmi állapotban, ami nélkülözi a struktúrális elnyomást. Én ebben látnám a marxi fogalom értékét, amelyből nyilván következik az, hogy a szabadságnak nincsen természetes vagy ideális állapota. Ez attól függ, hogy mikor, milyen célra vesszük igénybe. Nincs emberi lényeg, mint szubstanciális szabadság fogalma. A munka szintén idézi Marx híres tézisét, nem az emberi egyetben lakozó elvontság a szabadság, hanem a társadalmi viszonyok összessége. Nem ideális állapot, nem eszme. Ez egy gyakorlat, ez egy alakulás, egy valamivé válás, amely, ha spekulálni akarunk róla, akkor nyugodtan implikálhatja a közösségnek való alárendelődés új, eddig nem ismert formáit. Tehát azt, hogy mások szükségleteinek kielégítését előrébb tesszük a sajátjainál, vagy mások szükségleteink kielégítését kielégítendő alapszükségletként teremtjük meg társadalmilag. Másodikért végzik szabad munkát, két definiáljuk a szabadságot. Tehát itt az individuális akaratnak, meg pozitív szabadság fogalmának olyan transformáció is lehetségesek, amelyek egy mai állapotunkban nézve még nem érthetők jól, vagy nem jól elgondolhatóak. Ez a fajta lebegtetés, ez a fajta nyitottság, ez a fajta indetermináció, én nem Marx gyengeségének fognám fel, mint hogy a munka nagyon sokszor sugallja, hogy itt nem tiszta, nem világos, nincs kifejtve, paradoxon, hanem a marxi elmélet lényegének, amely alapvetően a zsarnokság leírásából, az elnyomás leírásából indul ki, és ebből dedukál vagy indukál egy ebből a leírásból nem teljesen kialakítható, nem teljesen átlátható szabadság fogalmat. Ez a fajta képesség vagy potenciál alapú olvasat egyébként a marxi szakirodalomban egyáltalán nem hiányzik. Gondoljunk Lukácsnak a társadalmi ontológia első fejezetének a munka leírását, amely alapvetően a munkát egy képesség fogalomként írja le, a szabad tevékenység közösségi alakulásának operatív fogalmaként. Egy nyitott alakulás, nyitott potencialitás gyakorlati fogalmaként. Amely a szabadság képesség szükséglet fogalmait, mint lényegileg történeti, lényegileg nyitott alakulásra képes folyamatokként írja le. Innen azt gondolom, hogy ha ezt tekintetbe veszi, akkor a munkának a marxizmussal szemben megfogalmazott két nagycsoportú bírálatait más színbe tűnnek fel, vagy másképp lehetne hangolni őket. A szöveg egy Marx-hoz kapcsolatban megfogalmazott egyfajta bírálatai azok, amelyek arról beszélnek, hogy itt most a forradalomról van már, Marx forradalmi gondolatával szemben megfogalmazott bírálatokról beszélek. Az egyik csoportja úgy szól, hogy a radikális társadalmi változásra való motiválatlansága a munkásosztálynak vagy a proletariátusnak az, ami elgondolhatatlanná teszi ma a marxi forradalom felfogást. Mert az emberek érdeke, indíték, a cselekvése nem feleltethető meg annak, amit Marx erről mondott. Ez lehet azt mondani, amit Lukács mondott a társadalmi lét, a történelmi osztálytudatban, hogy az érdek, indíték, cselekvés
fogalma olyan burzsóá, hogy polgári társadalomnak olyan kötött szabadságfogalmak a járólékai, amelyek nem vehető igénybe a Marx által bemutatott kommunista társadalom szabadságának a jellemzéséhez, sem az odavezető út funkcionális vagy operatív lépéseinek a leírásához. Mert olyan kategóriákkal akarunk leírni egy állapotot, mert a polgári társadalomtól kölcsönzünk, de ami állapot elvileg meghaladja a polgári társadalom dimenzióit. Tehát itt egy másik fajta szótárra van szükség, és a régi szótárba való Marxnak, a Marx gondolatok a régi szótárból visszaírása nem tesz teljesen igazságot a gondolkodás valódi céljainak. Na és ezzel pedig az is felvethető, hogy nem csak a társadalmi motiváció számít a forradalom, kommunista forradalom helyes lefuttatásához, hanem a gazdasági rendszer, vagy másképpen az elnyomás, vagy a zsarnokság logikája is. És ennyiben jelentősen hiányoznak a munkából a tőkének szentelt elemzések. Úgy érzem, hogy különösen a munka utolsó fejezete, ahol a Tocqueville röviden majd Marx és a marxizmus forradalmi koncepciójának az ismertetésére kerül sor, talán a legsommásabb, legszükségtelenebből sommás fejezet, mert a forradalom elemzése csak elnagyoltan implikálja a kapitalista rendszer elnyomás struktúrának az elemzését. Holott Marxnál a két dolog pont megfordítva, és tudjuk, hogy a tőkéből a tőke épp azt nem vonja le azokat a forradalmi következtetéseket direkt módon, amik az elemzés logikájában egyébként következnének. Na most innen volt, innen két hiányérzetemnek szeretnék hangot adni, és akkor ezzel zárom a mondani valómat. És ez a munka utolsó fejezetére korlátozódik. Egyrészt, ha valaki nagyon hiányzik ebből a marxizmus forradalmi elméleteinek a elemzéséből, és értetlen, hogy miért hiányzik, az Lukács György. Tehát miért kapunk Kautskyról, Rosa Luxemburgról, Leninről, és még korábban Louis Blancról és Blanquiról résztes beszámolót, miközben Lukácsnak a történelmi sorozatról megfogalmazott nagyon markáns, nagyon nagy hatású forradalmi értelmezése a polgári társadalom kategóriájának meghaladhatatlanságáról, ezek a kommunizmus nyelvére való átfordítatlanságáról, a motiváció problémájáról és ennek egyfajta egzisztencialista vagy szubjektivisztikus értelmezéséről, ebben a kommunista mozgalomnak és a párt szerepéről egy szó sem esik. Olyan, mintha a legérdekesebb vagy legprovokatívabb modell nem lenne megemlítve ebben az összefoglalásban, és ráadásul pont egy magyar filozófus tollából, akit ezer szállal kötődik egyébként, aki az eszmetörténeti magyar hagyományhoz, amelyek munkában egyébként prezentálva van. Lukács tanítványai bőven idézve vannak, Lukács maga egyetlen egyszer a fiatal Hegel egyik nem teljesen releváns passzusában. A másik ellenvetés, amit itt meg szeretnék fogalmazni, az pedig az, hogy a munka rendszeresen egyfajta tényalapú érvelést kér számon a Marx jellemzések plauzibilitásán. Tehát, hogy a történelmi tények nem bizonyították, vagy Marx jóslatai nem váltak be azzal kapcsolatban. Most ez nagyon furcsa érvelés, mondanak, egy történelmi alapú érvelésre mindig lehet azt mondani, hogy hát eddig nem bizonyosodtak be. Tehát lehet, hogy eddig valóban Marx jóslatai nem váltak be, de mi van, holnap beválnak. Tehát másrészt a történelmi fejlemények tele vannak esetlegességekkel. Tehát az, hogy a októberi forradalom nem vált permanens forradalommá, lehet, hogy egy történelmi esetlegességen múlott. Lehet, hogy azon múlott pusztán, hogy 1921-ben Varsó alatt a lengyel csapatok megállították az egyébként dicsőség előtörő vörös hadsereget, aki már a német forradalom felélesztését, a Magyar Tanácsköztársaság újraalkotásáról vizionált, és egy teljesen esetleges történelmi motívumon, amit a lengyel konzervatív azóta is a Vistulai csodaként emlegetnek, Pilsudskynak egy teljesen vakmerő terve bejött, és ezzel megállították a szovjet előrenyomulást. Ki tudja, mi lett volna, ha? De nem csak ezt a tényeket akarom számon kérni, azt, hogy akár a munkásság életszínvonalának a javulását proklamáló tényszerű tézisek is, nek a cáfolatára számos kritikai marxista vagy kapitalista természetelemes elemzését elemző munka van a napirenden forog közül, amik azt mondják, hogy
Hát lehet, hogy Európában és az USA-ban javult a munkáshoz a helyzetet, de csak az ember ezt a munkát delegálták és kiszervezték a harmadik világba, aminek a nyomora talán még az Engels által, hogy látványosan leírt munkáshoz helyzete Angliában munka színvonalát, mármint ez a nyomor azt a színvonalát, és alig-alig éri el. Mindezt csak azt akarom mondani, hogy itt is talán egy konstruktívabb elemzés ahhoz, hogy Marx történelmi jóslatai mennyiben és hogyan váltak be, vagy milyen alakváltozáson mentek keresztül, a kapitalizmus hányféle válság és forradalmi formát produkált már eddig, talán kiegyensúlyozta volna azt az elemzést, amely minden más szempontból rendkívül kiegyensúlyozott, de talán ezeken a pontokon nem szolgálta teljes igazságot. Nem is a marxi intencióknak, de a marxi intencióból levonható további következtetéseknek. Köszönöm a figyelmet és a lehetőséget. Köszönjük. Közönség. Serez Zoltán, Nagy Péter Tibor. És utána Csaba visszakapja a szót. Köszönöm, én a kis... Én megértem szót, bocsánat. Oké. Okay. Én a kis Csabától szeretném kérdezni, hogy volt egy észrevételem, és neki erről mi a véleménye, Karl Marx-tal kapcsolatban, amikor ugye a 1848-as francia forradalomban Marx egy fordulópontot látott, és igaz lehet-e az a tény, vagy az az elmélet, innen a 21. századból nézve, hogy Karl Marx személyisége, vagy inkább Karl Marxnak az, tehát maga a marxizmus, az ideologizálta a forradalmakat a szabadságért. Tehát, hogy Marxnak a munkássága egy olyan forradalmi ideológiát támasztott alá akkor, ami szükségszerű volt a szabadságért. Hogy igaz lehet-e innen nézve a 21. vagy hogy ahogy mi innen visszanézünk, hogy ez egy ilyen tényleg ideologizálhatta, és ezt most pejoratív értelemben mondom, vagy pedig ez az akkori korban egy szükséges dolog volt, mint általában egy forradalom. Köszönöm. Én még talán az Ádámnak a kritikája az sok szempontból szimpatikus volt számomra. A Marx és a pozitív szabadságon gondolkodom, és egyrészt arra hajlok, amit az Ádám mond, hogy itt a egyrésztről ezt a pozitív-negatív szabadságot fölülíró szabadságfogalomról lehet szó, amivel újra kísérleteznek mondjuk a Frankfurt irányban Habermas tanítványok, például ennek van egy nagy, Axel Honnethnek is van egy ilyen hegeliánus szabadságfogalma, de nem is erre akartam utalni, de inkább a Lukács kapcsán arról, hogy nekem ez annyira nem a pozitív szabadságnak tűnik, hogy kicsit itt azt az interpretációt is magamnak érzem, főleg a fiatal Lukácsra támaszkodva, hogy itt bizonyos szempontból a liberális szabadságfogalom radikalizálásáról van szó. Nem biztos, hogy ez az interpretáció helyes, de hogy lehetséges egy olyan Marx olvasat a fiatal Lukács kapcsán, tehát mondjuk történelmi és osztálytudat kapcsán, mely szerint mi lenne, ha komolyan vennénk a felvilágosodásnak azt az ígéretét, hogy minden korlátot meghaladva tudunk élni. És talán nem túlzás, hogy lehetséges egy ilyen Marx vagy Lukács olvasat, ami arról szólna, hogy hogyan lehetséges elméletileg elgondolni annak a lehetőségét, hogy ezektől külső korlátoktól megszabadulunk. És talán itt is releváns lehet a Heller-féle Marx szükséglet elmélete, ami tulajdonképpen hivatkozik is egy ilyen szabadságfogalomra. Köszönöm. Van-e további hozzászólás? Ha nincsen, akkor Csaba
visszakapod a szót. Igen, nagyon köszönöm a Ádám hozzászólását, kritikáját. Nagyon alaposan, nagyon alapos bírálatot gyakorolt a könyvem Marxszal kapcsolatos részeivel szemben, és erre, hát most ilyen keretek között nehéz is rögtön frappáns és kielégítő és minden szempontból tudományosan jól alátámasztott válaszokat adni. Nagyon, nagyon inspiráló volt, amit Ádám mondott, és tulajdonképpen igen, kénytelen is vagyok elismerni, hogy valóban az, amit kicsit én is problémának tartottam, és említettem is talán a bemutatásban, hogy itt a szabadságforma kapcsán filozófiailag nagyon távol álló szerzőket próbálok egy szabadságfogalomba sorolni, és szabadságfogalom taxonómiába sorolni, és ez nyilván nagyon sok problémát fölvet. És Marxot valóban kicsit egyoldalúan itt a marxi szabadságfogalmat, főleg a korai Marxnak, és hogy említettem is, a zsidó kérdéshez című írás, amely leginkább Russzó János írása Marxnak, erre alapozom, és bár van egy kifejtés a könyvben, amivel eljutok a tőkéig is, a tőke szabadságfogalmáig is, de valóban itt talán túl nagy súly helyeződött a korai Marxra, és túl nagy súly helyeződött arra, hogy ezt a taxonómiát tartsam, és ez ebből emiatt is jöhet ki Marx rosszul az összehasonlításból. Az is igaz, és ezt próbáltam erre a könyvre is kitérni, az is igaz, hogy igen, hogy tehát az állapot, ami abban a szempontból releváns volt, hogy miért nem lett Marxnak igaz, az inkább a második világháború utáni évtizedek állapota, és inkább a nyugat természetesen volt, tehát amikor a munkások életszínvonalában jelentős növekedés történt, és aztán ez azóta látjuk, hogy ez gazdasági tekintetben sincs már így. Utalok csak Piketty könyvére, vagy más művekre. Tehát valóban attól még, hogy nem vált be eddig a Marxi, jó, sőt ez nem jelenti azt, hogy eddig nem, eddig, vagy később se fog beválni. Nyilván itt egy kimerevített és leállított képről volt szó, vagy van szó a könyvemben, ami eddig történt. De igen, valóban ez nem jelenti azt, hogy ez később nem történhet meg. Az is igaz, igen, hogy Marx Tocqueville-al szemben vesztesen jön ki, úgymond. Ennek nyilván az is oka lehet, hogy hozzám gondolkodásomban Tocqueville áll közelebb, semmint Marx, és emiatt tényleg egy erőteljesebb kritikai viszonyulással fordult a Marxhoz. Egyébként az érdekes egyébként az, hogy én Marxszal sokkal régebb óta foglalkozom, mint Tocqueville-lal, tehát én már a szakdolgozatomat is Marxból írtam, bár egy más témából Marx és Karl Mannheim Károly összehasonlítása volt az ideológia kapcsán, tehát de minden esetre Marxszal régebb óta foglalkozom, és igen, mégis ő jött ki vesztesen, úgymond ebből az összehasonlításból. Azt tudom mondani, hogy megfontolom, amiket Ádám mondott, és az alapján revideálom, vagy hogy mondjam, próbálom ebből a szemszögből
újraolvasni Marxnak a vonatkozó részeit, és például jobban igen, a tőkét is, tényleg, ahogy mondtam, a korai Marx, a fiatal Marx a sokkal jobb súly helyeződött ebben a könyvben, mint a kései, vagy az érett tőke Marxára. Úgyhogy nagyon köszönöm számomra, tényleg nagyon inspiráló volt ez a kritika, és igen, nagyon-nagyon köszönöm, hogy ezt Ádám elmondta. Ami Seres Zoltán kérdését illeti, ugye az volt a kérdés, hogy Marx ideologizálta a forradalmakat a szabadságért. Hát nyilván, ahogy ezt a könyvben is írom, nem is ideologizálást, hanem idealizálást mondanék. Tehát, hogy és amiről beszéltem az előadásomban is, a bemutató előadásomban is, hogy egy forradalmi korszakban élt Marx is, és folyamatosan várta a proletár forradalomnak az eljövetét. Ugye számára a 48-as forradalomnak a bukása, főleg a júniusi munkásfelkelésnek a bukása, amikor több ezer munkást lemészároltak a hatóságok, akkor az számára egy nagyon jelentős negatív értelemben forduló pont volt. Erről egyébként a magyarul is megjelent Marx könyvében egy ilyen Balibar ír hosszasan, nagyon, nagyon érdekeseket, hogy a 48-as forradalomnak a bukása az milyen hatással volt Marxra is, és utána elfordult a forradalomnak a közvetlen várásától és a politikai élettől is, ugye korábban ilyen, akár a forradalmak idejének korábban is újságíróként is a korának politikájában is valamilyest szerepet vállalt, és aztán utána elment Londonba, és a British Museum könyvtárába belevetette magát a tudományos jelbe. Aztán persze ugye jött aztán később az Internacionálé, tehát nem maradt örökké londoni remete, de ez a 48-as forradalomnak a bukása, ez akár a francia, akár a német forradalomnak a bukása, ez negatívan hatott a gondolkodására. Minden esetre az, hogy ő a forradalmakat tényleg várta, hogy bekövetkezzenek, ez befolyásolta a gondolkodását, az szerintem nyilvánvaló. Köszönjük. További észrevétel, kommentár, kérdés. Hogyha nincsen, akkor lezárjuk a mai napot. A Csabának külön köszönet, hogy saját könyvéről is ilyen átfogóan beszámolt, és korábbi könyvhöz is lelkiismeretes kommentárt készített, és nagyon gratulálunk ez az izgalmas könyvhöz. Ádámnak is köszönjük az észrevételeket. Ugye a mai nap, konferencia napunknak vége van, de holnap folytatódik. Reggel 9 óra 10-kor fogjuk folytatni Nyírő Miklós könyvével. Köszönjük szépen a részvételt mindenkinek. Sziasztok! Nagyon köszönjük szépen! Köszönöm, minden jót! Sziasztok! Elbusztok!